Jó estét kívánok, köszöntöm nézőinket, szervusztok! Ma reggel Magyar Péter bemutatta azt az előre beharangozott hangfelvételét, amelyen Varga Judittal a Völner Sadl ügy néhány mozdulatáról beszélget. Majd ezt követően bement az ügyészségre és bemutatta ezt, mint bizonyítékot. Ezt követően Varga Judit kétszer is nyilatkozott a Facebookon, ezekben a nyilatkozataiban azt állította, hogy volt férje próbálta fenyegetni ezekkel a hangfelvételekkel, vagy pontosabban ezzel a hangfelvétellel, hiszen mindez idáig egyetlen hangfelvételről van tudomásunk. Magyar Péter a meghallgatása után rögtönzött sajtótájékoztatón este 6 órára tüntetést hirdetett meg a Markó utcai legfőbb ügyészség épülete elé, majd később azt is hozzátette, hogy ezt követően a Kossuth térre várja a híveit. Kint van a téren, vagy pontosabban a Markó utcában kollégám Tóth Jakab, akit most kapcsolunk, és kinézünk, hogy pontosan mi zajlik a Markó utcában. Szervusz Jakab, mi a helyzet nálatok? Sziasztok, itt vagyunk a Markó utcában, a tüntetés helyszínén, a főügyészség épületével szemben, vagyis hát nekem a jobbomon van az épület. Nagyon nehéz megsorolni, hogy hányan vannak, az biztos, hogy 1000-nél többen, egyelőre ameddig a szemünk ellátott, meg ameddig a telefonnal fel tudtunk fotózni, tulajdonképpen embereket láttunk, úgyhogy az határozottan kijelenthető, hogy sokan eljöttek. Egyébként itt van egy platós teherautó mögöttem, erre fel van téve egy hangszett, illetve egy mikrofon, úgyhogy azt feltételezzük, hogy Magyar Péter innen fogja majd köszönteni a tüntetőket. Hogyha ez így van, akkor természetesen közvetítjük a beszédét, amit az elején mond, de egyelőre csak a sejtésünk, hiszen egy platós autón és egy mikrofonon kívül nem láttunk semmit. Ezen túl jelenleg szól a zene, mi innen fogunk tudósítani, aztán ugye a tömeg innen a Markó utcából át fog vonulni a Kossuth térre. Ez, hogy mikor fog megtörténni, ezt nem tudjuk. A másik dolog, amit nem tudunk, hogy pontosan hogyan lesz a felügyelete ennek a fajta vonulásnak, hiszen sem sárga mellényes, sem bármilyen mellényes szervezőket nem láttunk. Viszont most ebben a pillanatban megindult egy tapsvihar, ami nem valószínű, hogy a zenének szól, hanem sokkal valószínűbb, hogy Magyar Péter megjelenésének. Akit még nem tudjuk, hogy honnan jön, de hogyha elfordulunk a kamerával egy kicsit balra, akkor hát, ha kiderül, igen, ott is jön a testőrség legalábbis, őket már látjuk. Az emberek pedig füttyel és tapsal köszöntik. Megpróbálunk közelebb kerülni a... Megpróbálunk előrébb jutni, közben már megelőztek minket, és mennek a platós autó felé. Úgyhogy mi most nagyjából idáig tudtunk előre jutni, és innen fogunk tudósítani. A szó a stúdióé. Természetesen, amit lesznek fejlemények, azonnal visszakapcsolunk majd a Markó utcába. De addig is, hogy foglaljuk össze, hogy mi történt a mai napon. Volt délután már egy gyors elemzésünk Miklósi Gáborral, illetve Szurovec Illéssel, amellyel a Volner Sadl ügynek a különböző aspektusait néztük át, illetve azt, hogy pontosan a hangfelvétel alapján milyen új információkra jutottunk. Illetve ma este alapvetően olyan vendégeket hívtunk, akikkel kifejezetten a Magyar Péter ügy átfogó olvasatát leszünk képesek majd prezentálni nézőinknek. Hogy pontosan hogyan zajlott le a mai nap, arról nézzük meg egy rövid összeállítást, utána pedig vagy a stúdióban folytatjuk a beszélgetéssel, vagy ha az események úgy kívánják meg, akkor kapcsolunk ki a Markó utcába. De akkor először nézzük meg, hogy pontosan mi derült ki a mai napon Magyar Péter bemutatott bizonyítékai alapján. Pillanatra visszatérve arra, amit az előbb mondtál. Hogy azt mondta, hogy elkezdtél ott mondani, hogy a program mondott valamit, hogy olyan furcsa volt, de ő mondott a tanácsot valamit, hogy mit nem kell csinálni, vagy akár csak abból elmentem. Nem, csak hogy a Dani menjen elvezetni, és akkor kérdezem meg, hogy milyen, de nem is van egy példány ezekből. És azt, hogy nem láttátok, vagy a sajtó meg már látta? Hát nem, és hogy meg van szegény alatták, és elvileg azt ők ott annól átnézték. A bejátszást most nem nézzük végig, mert közben Magyar Péter már belekezdett a beszédébe a Markó utcába, úgyhogy kapcsoljuk a Markó utcát. Jó estét Magyarország! Jó estét magyarok!
szívből köszönöm, hogy ennyien eljöttetek. Volt, aki Németországba ült kocsiba pár órával ezelőtt. Van, aki Mátészalkáról jött, van, aki Siófokról, valaki Zalaszentgoltról, rengetegen Budapestről, fiatalok és öregek. Nem tudom, hogy hallotok-e? Azt szeretném kérdezni, hogy hátul is hallanak-e a Pesti Központi Kerületi Bíróságnál és az Emere utcánál. Ha hallotok, akkor elkezdem. Pár órával ezelőtt nem gondoltam még, hogy beszédet kellene mondanom, de úgy érzem, hogy egyre többen gondolják Magyarországon, hogy elég volt. Ez egy spontán, be nem jelentett rendezvény, amire a magyar jogszabályok lehetőséget adnak. 24 órával korábban nem kell bejelenteni rendezvényt, de ennek ellenére arra kérek mindenkit, vagy éppen ezért, hogy vigyázzunk egymásra, vigyázzatok egymásra, ne üljetek fel az esetleges provokációknak, bár a legtöbben talán most foci meccsen vannak, azt nézik. Ha bármi probléma van, legyetek szívesek szólni a rendőröknek, akik bizonyosan segíteni fognak nekünk. Nem terveztünk semmit, néhány zeneszámot, én itt próbálok mondani egy rövid beszédet, amit most fejeztem be 15 perce, majd átvonulnánk fáklyákkal, hogy mutassuk, hogy van fény a sötét éjszakában, a Nemzet főterére, a Kossuth térre, ahol szintén mondanék egy pár szót, hogyha megengeditek. Kedves barátaim, kedves magyarok, köszönöm, hogy ennyien itt vagytok. Ez nem egy politikai, ez nem egy jobboldali és nem egy baloldali tüntetés. Ez egy nemzet demonstrációja, mert egy nép most azt mondja, elég volt. Hazánk a rendszerváltás utáni évek legnagyobb politikai, morális és jogi válságába süllyedt néhány hét alatt. Pedofil bűncselekmények eltusolásával, kegyelmi botránnyal, korrupt végrehajtókkal és korrupt kormánytagokkal, adófizetői 100 milliárdokkal fenntartott rogáni propagandával, kézi vezérléssel működő titkos szolgálatokkal. Ez ma Magyarország, kedves barátaim. Ma reggel másodszor jártam benn a fővárosi nyomozó főügyészségen, és átadtam egy hangfelvételt az ügyészség munkatársainak, amelyen az hallható, hogy az akkori regnáló igazságügyi miniszter elmondja, hogy a kormány bizonyos körei büntetlenül és szemrebbenés nélkül belenyúlhattak nyomozati iratokba, hogy manipulálhatták a nyomozóhatóságok munkáját. Akár ebben az épületben, itt a hátam mögött. Az is elhangzik, szintén ezen a rövid hangfelvételen, hogy a kormány bizonyos körei fél évvel a gyanúsítások előtt figyelmeztették az egyik miniszterhelyettest, nevezetesen Völner Pált, hogy titkos megfigyelés zajlik ellene, ezzel is ellehetetlenítve a nyomozóhatóságok érdemi munkáját. Kedves barátaim, ebben az országban sokan azt mondják, hogy ez nem elég nagyhatású atombomba. Én és neves büntetőjogászok viszont azt mondjuk, hogy a mögöttünk lévő ügyészek nem tehetnek mást, mint egy ilyen hangfelvétel nyilvánosságra kerülése után tanúként meghallgatnak több kormánytagot, először tanúként, és később magát a miniszterelnököt is. Kedves barátaim, kedves magyarok, jelenleg egy ország, de talán a világ közvéleménye is figyeli most ezeknek az ügyészeknek a munkáját. És üzenjük meg innen is közösen, hogy nem hagyjuk, hogy eltusolják az utóbbi 30 év legnagyobb jogi és politikai botrányát. Nem hagyjuk! Thank you.
ha már ennyien, ilyen sok ezren itt vagyunk a legfőbb ügyészség gyönyörű épülete előtt, jogászkodjunk egy kicsit, bár azt általában nem szeretik a fiúk. És ezzel azoknak is üzennék, akik még nagyobb atombombát vártak. A közzétett hangfelvételen elhangzottak, és itt ezt most olvasnom kell, véleményem és sok büntetőjogász véleménye szerint a BTK 282. szakasz első bekezdésének B pontjába ütköző és a harmadik bekezdés D pontja szerint minősülő hivatalos személy, hivatalos eljárása során hivatalos kötelessége megszegésével a büntetőjárás sikerének meghiúsítására törekvésével megvalósított bűnpártolás, valamint a BTK 305. paragrafusába ütköző hivatali visszaélés gyanúját veti fel, mely bűncselekményeket a nyomozati iratok manipulálását elvégző hivatalos személyek tettesként, az őket ezen cselekményre rábírók pedig felbújtóként követhettek el. Míg az első bűncselekmény 1 évtől 5 évig terjedő, a második 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, így halmazati tételkeret felső határa 7,5 év. Szabadságvesztés természetesen. Azt kérdezném, hogy vajon elvárható-e a magyar ügyészségtől, hogy a jelenlegi vezetéssel, Bolt Péter, Fidesz alapító legfőbb ügyésszel, pártatlanul és politikai befolyásolástól mentesen vizsgáljon ki egy olyan súlyos korrupciós bűncselekményt, amelyben a hangfelvételeken elhangzottak szerint a nyomozószervek is érintettek lehetnek, ahol a nyomozószervek is hozzájárulhattak ahhoz, hogy a nyomozati iratok manipulálásához. Szerintem nem várható el. Bármilyen hazug közleményt is ad ki az ügyészség, vagy az ügyészség nevében a Karmelita Kolostor és maga a Rogán Antal, szerintünk független vizsgálat és valódi felelősségre vonás csak akkor várható el, ha Bolt Péter legfőbb ügyész haladéktalanul távozik a hivatalából. Felszólítjuk őt és helyetteseit, hogy azonnali hatállyal nyújtsák be lemondásukat, távozzanak, és ezzel is járuljanak hozzá, vagy legalább ezzel járuljanak hozzá, hogy az ügyészek valódi tényfeltárást és nyomozást végezhessenek egy olyan ügyben, ahol a korrupt végrehajtók és a politikai megbízóik több tízezer magyar család életét tették tönkre, és vették el a hajlékukat és a gyermekeik ellátásához szükséges utolsó filléreket is. Mondjon le Bolt Péter most, követeljük a Völler, Sadül és Rogán ügy független, objektív, politikai befolyásolástól mentes kivizsgálását azonnal. Még egyszer borzasztóan hálás vagyok, hogy ennyien el tudtatok jönni munka után, vagy munka előtt, iskola után, vagy iskola előtt. Kérlek most ezután, meghallgatunk egy-két zeneszámot, de szép lassan, gyertek velünk a Nemzet főterére, és mondjuk el, hogy semmi sem mehet ezután úgy, ahogy eddig volt. Mondjuk el a regnáló hatalomnak, hogy a regnáló hatalomnak a nép szemébe kell néznie, és vállalnia kell a politikai és jogi felelősséget az elkövetett hibákért, és még inkább a bűnökért. Mutassuk meg együtt, hogy Magyarország nem a Rogán Antalok, nem a Tiborc Istvánok, nem a Bolt Péterek és a Döbrögik, hanem sok millió jóérzési magyar ember és a Ludas Matyik hazája.
Itt vannak a segítőink a tömegben, remélem nem túlzottan elbújva. Kiosztanak majd 300 darab fákját, illetve ha ti hoztatok, kérlek gyújtsátok meg. Vonuljunk át együtt a Kossuth térre, egy tömegbe, és mutassuk meg a magyaroknak, hogy van fény az alagút végén. Gyertek velünk! Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok! Ez volt Magyar Péter beszéde a Markó utcában, természetesen követjük a fejleményeket, és ott van Stálmunk továbbra is, ahogyan átvonul a tömeg a Kossuth térre, vissza fogjuk majd kapcsolni, de most, ahogy ígértem, a stúdióban is vannak vendégeink, akikkel az elmúlt időszak eseményt fogjuk majd elemezni. Itt van velünk Magyari Péter, a válaszolni munkatársa, szervusz! Szervusz! És Bita Dániel, a 24.hu főszerkesztő helyettese, szervusz! Sziasztok. No, kezdjük akkor azzal, amit a magyar a beszédében állít. Ugye Poltról mondta azt, hogy gyakorlatilag távoznia kell. Korábban következetesen Rogán művekről beszélt, és közben látható, hogy a volt feleségével is harcol a nyilvánosságban. A mostani beszéd alapján igazából milyen stratégia rajzolódik ki a számotokra? Ki az ő elsődleges politikai ellenfele most? Péter. Az elsődleges politikai ellenfele az nyilván a Fidesz kormány, hiszen ellenzéki pozícióból épít új politikai erőt, de hát legalább ennyire a meglévő ellenzéki pártok is, hiszen tőlük tudja legkönnyebben, leggyorsabban elvenni a teret. Ez mennyiben árnyalja az, amit egyébként pont a Doorstep sajtótájékoztatóján mondott az ügyészségről kilépve, hogy egyrészt Vitézi Dáviddal kapcsolatban ráerősített Karácsonyék narratívájára, ami szerint ő fideszes jelölt, és egyébként ekközben azt lehetett látni, hogy Karácsony Gergely is ráerősített Magyar Péternek a kommunikációra azzal, hogy maffia kormányozott. Nem gondolom, hogy bármifajta egyeztetés lett volna, de lehet, hogy öntudatlanul is ráerősítettek egymás narratívájára. Szerinted várható ebből bármifajta tudatosabb továbblépés? Amikor utoljára szerencsés helyzetben voltam, hogy itt lehettem, akkor pont arról beszélgettünk, hogy a Párbeszéd és Karácsony Gergely az a párt és mozgalom, amelyiknek soha nem volt még 1-2%-nál magasabb népszerűsége, de választásról választásra jobb helyre került. Igen. És én akkor azt tippeltem, hogy itt akár egy egymásra találás is kialakulhat hosszú távon. Lehet, hogy pont az első tapogatózásokat látjuk ebbe az irányba. Daniel. Biztos, hogy jönne a Párbeszédnek. Szerintem a legtöbbször Rogán Antal nevét ejtette ki az ő fölbukkanása óta, ami hát egy magas labda nyilván. Másfelől ugye azért a mai felvételek bemutatás előtt arról beszélt, hogy itt a kormány fog megbukni, ahhoz képest, mintha most azért a realitások felé kezdte el volna terelni az elvárásait, vagy ilyesmit. Tehát azért az, hogy tanúként hallgassák ki a miniszterelnöket, vagy hogy Polt Péter mondjon le, ezek azért nem azonos súlyú követelések már, és hogyha ennyit lehet mondani, szerintem a felvételek kapcsán azért indokolt is valamiféle a várakozások lehűtése, mert hogy súlyos dolgok hangzanak el, de azért messze nem kormánybuktató dolgok, vizsgálandó dolgok hangzanak el, olyan dolgok, amiket el tudunk képzelni, amit jelentős részben fantáziánk alapján, meg mondjuk a nyomozati iratok, meg a vádirat összevetésével meg is írtunk, az nyilván egy erős dolog, hogy Varga Judit erről beszél, de azért összességében szerintem ez egy lépés ebben az ügyben, és nagyon sok olyan dolog van, ami azért nem volt olyan súlyú, vagy nem volt olyan erős, mint amit szerintem sokan vártak. Miközben egyébként az általa elmondottakat, mi van ezen a felvételen, mondjuk azt, hogy kétharmad arányban teljesítette a felvétel, ugye azt, hogy Rogán Antal emberrel lenne Sadl György, ezt ezen a felvételen ugye egyedül Magyar Péter állítja. De a másik két állítás, amik súlyos állítások, nagyon súlyos állítások, és azokat valóban elmondja Varga Judit. Tehát szerintem van valamennyi kreditje most, és van rengeteg kérdés vele kapcsolatban, amiről meg nyilván beszélünk. Akkor térjünk rá magára a beszéd, vagy pontosabban a hangfelvételre, mert hogy valóban ennek az értékelése körül zajlott a napirend a szabad nyilvánosságban, bár egyébként a kormány közeli nyilvánosság is erőteljesen próbálta spinálni, majd megbeszélhetjük azt is, hogy mekkora sikerrel. Péter, neked volt egy gyors elemzésed a Válasz Online-on, amelyben amellett érvelsz, hogy igazából ez nem tekinthető a Fidesz összödi beszédeként. Miért nem? Formailag nem tekinthető. Itt arra gondoltam, hogy az összödi beszédben annyira erősen idézhető, nagyon közérthető mondatok voltak, hazudtunk éjjel, hazudtunk nappal, végig hazudtuk nyilvánvalóan az elmúlt évet, ez a kurva ország, stb. A mai napig ennyi év távlatából szó szerint lehet idézni belőle, és sokan is tudnak belőle idézni. Ebből a szempontból erre nem volt hasonló, mert nem
átélhető, nincsenek olyan erős mondatok, amiket visszhangozni lehet, amiket most ki lehet írni a Facebookra, amit kint lehet skandálni, mint annak idején az Elkurtad. Ez egy sokkal szaggatottabb, bonyolultabb történetre utaló néhány szó. Ebből a szempontból írtam, hogy nem hasonlít az összedi beszédre. Az, hogy mennyire botrányos a benne szereplő állítás, abban már bizonyos értelemben könnyebb párhuzamot vonni. Ott egy nagyon nagy különbség, hogy a Gyurcsány Ferenc az összedi beszédben általában beszélt arról, hogy az általa vezetett politikai erő átverte az egész országot hosszú éveken át, tehát egy strukturális hazugságot mutatott be. Itt most egy konkrét, nagyon súlyos korrupciós ügyről van szó, ami egyébként, ha igaz, akkor tényleg a világ botránya, és egy fejlett demokráciába, ha nem is egy teljes kormánynak, de minisztereknek bele kell bukniuk. Ezzel tudsz menni, vagy ezzel egyetértesz? Ezzel teljesen egyetértek. Az egész ügynek szerintem az adja a pikánságát, hogy tulajdonképpen azt, hogy Rogán Antalnak, de legalábbis a kabinet főnökének egészen biztosan benne kellene lenne ebben a vádiratban, hiszen Sadl György első számú ember, egy MV monogramú ember elvitt a lakcímére egy autót. Igen, ezt írtátok meg. És ennek nyoma nincs ebben a vádiratban, szóval ez önmagában egy olyan ügy, amiről azt gondolom, hogy fejlett demokráciában ez nem nagyon történhetne meg. Eddig nyilván mindenig azt lehetett azt mondani, hogy de az az ember is hazudhatott, lehettek rosszak a naplóbejegyzései, lehet, hogy visszavitt egy autót, amit korábban kölcsönkért, nem tudom, tehát hogy lehetett valamit hazudozni erről. Itt most ez a felvétel, ez valóban tartalmaz olyan utalásokat, amik azt sejtetik, hogy ezek a szálak nem véletlenül maradtak ki a vádiratból, és még csak nem is azért, mert az ügyészek úgy érezték, hogy gyengíteni a vád eredményességet, talán így szokták mondani, hogy adott esetben olyan dolgok is belekerülnek a vádba, amit végül a bíróságon nem fognak beleállni, biztosra mentek, a Sadl és Völner közötti pénzátadásokra koncentráltak, és nem ástak mélyebbre. Az egész ügynek egyébként egy nagyon érdekes szelete, és nyilván ebben aztán végképp csak tapogatózni tudunk, hogy minthogyha a rendőrség elvégezte volna a munka jelentős részét, ugye itt a Pintér-Rogán körüli konfliktusok is elő szoktak ebből a szempontból kerülni, meg hatásköri harcok, hogy az igen bőséges és alapos nyomozati anyagból hogyan lett egy sokkal szűkebb vádirat, és ebben a beszélgetésben valóban elhangzik az, hogy ebből kihúztak dolgokat, kivettek dolgokat, kiszedtek dolgokat, sőt, még bizonyos értelemben konkrétumok is elhangoznak, hiszen egy Martonovics Detti nevű emberre hivatkoznak, aki egyébként a Magyar Bankszövetség jogi igazgatója ezekben a percekben. Nyilván meg lehet őt hallgatni az ügyességen, megkérdezni, hogy miért beszélget a volt igazságügyminiszter a férjével arról, hogy ő azt mondta nekik, hogy az ügyészség kivett dolgokat a Sadl ügy vádiratából. Tehát vannak szerintem bőven kapaszkodók ebben az ügyben, mind a mellett, hogy szerintem, ha megkérdeznénk az ellenzéki szavazókat, akkor valószínűleg 100%-ban, de hogyha megkérdeznénk Fidesz szavazókat, lehet, hogy ők is jelentős százalékban egyetértenének azzal az állítással, hogy Magyarországon az ügyészség politikai befolyás alatt áll, hogy Polt Péter nem teljesen függetlenül végzi a munkáját. Hát itt pont ezt cáfolja bizonyos értelemben maga a felvétel, mert itt arra utalnak, hogy Polt Péter nem képes a politikai akaratát végigvinni az ügyészségen, úgy, ahogy azt mondjuk Varga Judit kívánatosnak találná. Hát igen, és az is egy izgalmas kérdés, hogy mi a politikai akarat. Tehát, hogy a politikai akarat a stratoszférának, vagy hát akkor a karmelitának a megóvása, hiszen persze, hát börtönbe került már fideszes képviselő Mennyi Roland, bíróság előtt áll Simonka György, bíróság előtt áll egyébként Völner Pál. De azért azt is el tudjuk képzelni, hogy ha minden fantáziánkat összeszedjük, hogy nem csak a Fidesz negyedik vonalában vannak egyébként korrupt emberek, tehát hogy lehet, hogy Polt Péternek nem az a sikerkritériuma, hogy egyetlen Fideszes se kerüljön börtönbe, hanem hogy bizonyos pont fölött, vagy bizonyos hatókör fölött ne. Ezeket az érzületeket, amik szerintem megvannak nagyon sok választópolgárban, ezekre ráerősít ez a felvétel. Nyilván úgy, ahogy a Péter mondta, hogy azért ezen a felvételen 80%-ban azért Magyar Péter beszél, és így, hogy tudjuk, hogy ez egy rögzített felvétel, végképp nyilván az az érzésünk, hogy ő ki akart mondatni dolgokat a feleségével, aki egyébként ki is mondta. Így van. Péter, ennek a cikkenek az egyik legfőbb állítása az, hogy bár Varga Judit és Magyar Péter csomagban árulják az érveiket, de nekünk nem kell ezt igazából csomagban fogadnunk. Kérlek, hogy fejtsd ki pontosan, amit értettél ez alatt. Valóságsót látunk tulajdonképpen, ahol a személyes szál és a közügyekre vonatkozó szál teljesen egymásba gabajodott. Azt akartam elmondani, hogy nem szimpátia szavazásra van szükség, természetesen bárki ezt is megteheti, csak lehetséges úgy is figyelni a folyamatokat, hogy az ember külön választja azt, hogy
nagyon szimpatikus neki Magyar Péter, nagyon szimpatikus neki, hogy beszél a feleségével ezen a felvételen, hogy mit gondol arról, hogy a házastársának a szavait titokban rögzíti, mit gondol az egész politikai megjelenéséről, attól, hogy egyébként mi van ezen a felvételen. És ugyanígy szét lehet választani azt is, hogy Varga Judittal lehet akár szolidaritást is érezni. Lehet azt gondolni, hogy amiket most panaszkodik a Facebookon, az igaz, és ő tényleg egy rettenetes kapcsolatban élt, ahol őt bántotta a volt férje, és nem az volt az igaz, amikor például néhány évvel ezelőtt Nyitott Kalicka címmel kettős interjút adtak a Képmás magazinnak, és elmondták, hogy mennyire fantasztikusan együttműködnek, és segítik egymást mindig. Tehát lehet, hogy ez az igazság, és lehet ez együtt érezni, de ettől függetlenül lehet azt gondolni, sőt, nem is lehetne más gondolni, mint hogy amit elmond ezen a felvételen, az jogállamisági szempontból rettenetes. Lehet, hogy ez egy ilyen, nem tudom én, szőrszálhasogató médiaelméleti fölvetés, ez lehet mégiscsak újságírók ülnek egy asztalán, hadd vessen föl. Szóval szerintetek létezik ma Magyarország még olyan nyilvánossággal, egy ilyen csomagnak a részleteit így szétszálazva elemezni lehet, és egy ilyen felfokozott pillanatban arra kérni a nézőket, olvasókat, hogy erre, hát hogy mondjam én, figyelmet szánjanak? Dániel? Szinte biztos vagyok benne, hogy mind a hárman ezt gondoljuk a saját szerkesztőségünkről, és hogy ezt szerint szeretnénk eljárni, és igyekezzünk bízni abban, hogy erre van némi választói, vagy választópolgári, vagy nyilvánosságbeli igény is. Persze látjuk a törzsi logikákat érvényesülni, látjuk azt, egyébként bizonyos szempontból borzalmas, hogy Varga Judit Facebook posztja alatt sokkal több a röhögős smiley, mint a mondjuk felteszem az együttérzést kifejező like, mind a mellett persze, hogy nem, az egész borzalmas, és nem is tudom, hogy belemenjünk-e, tehát hogyha abból egy szó is igaz, amit ott Varga Judit leír, az nyilván rettenetes egyébként emberileg is, meg rettenetes az az üdvendő. Bocsáss meg, azonnal vissza fogom adni a szót, de most, ha minden igaz, akkor Jakabnál van egy interjú valami, úgyhogy a szó a Markó utcája. Szólj, hogyha bent vagyunk. Szuper, nekünk a mi jelenünk. Ide jártam általános iskolába. Mit vagyok a legfontosabb? Mint Radnóti. Mi? Mit vagyok a legfontosabb? Hát, hogy mikor vagyok bent az adásba, hisz fel, hogy tudja jelezni, hogy bent vagyok. Tóth Jakab, Partizán. Amint helyreáll a kapcsolat, azonnal fogjuk kapcsolni természetesen Jakabot, és emellettőleg mikrofon végre fogja tudni kapni Magyar Pétert. Dániel, addig is nálad a szót, téged szakítottalak meg. Igen, még hozzá ott, hogy szóval, hogyha az igaz, amit Varga Judit állít, akkor az mit üzen vajon a magyar nőknek, a magyar kapcsolati erőszakot elszenvedő magyar nőknek, hogy a hivatalban lévő igazságügyminisztert, nem tudom szebben mondani, de nem tudja megvédeni a kormánya egy ilyen helyzetben, hogy egyébként ő. Tudjuk azt, hogy 2020-ban megromlott ez a házasság, és ahhoz képest nem kilépett belőle, noha ebből ezekből a bejegyzésekből azt következik, hogy hát volt ehhez eltökéltsége, hanem a karmelita kolostorba jártak föl egyeztetni a válások részleteivel kapcsolatban. Szóval, hogy az is szerintem egy nagyon messzire vezető kérdés, hogy egy ilyen helyzetben, tehát ki az, aki biztonságban érezheti magát, kit tud megvédeni a kormány, mondom most nem abban az értelemben, hogy minden kapcsolati erőszakban a kormány lenne illetékes, csak hogy tényleg az a helyzet, hogy az igazságügyi miniszter terrorizálja otthon a férje, és amikor ezt, nem tudom, Gulyás Gergely megtudja, írja maga Varga Judit, akkor ő kilép abból a szignálcsoportból, ahol fenyegető üzeneteket lát, és ebből nem, tehát hogy nagyon, nagyon, nagyon rossz érzés egyébként azokat olvasni, miközben nyilván tényleg semmit nem tudunk abból, hogy az ő magánéletük hogyan zajlott, és kevés közünk is van hozzá. Persze, abszolút, ezen a ponton. Ezen a ponton igen, de valószínűleg azért annyi közünk mégiscsak van hozzá, hogy azért Varga Juditnak kiemelt felelőssége és lehetősége lett volna az áldozatvédelmi rendszert Magyarországon erősíteni, hogy más nem mondjak a híres neves isztambuli egyezmény ratifikálásával esetlegesen ezt támogatni, de most elvileg helyreállt a kapcsolat, úgyhogy következik Tóth Jakab interjú a Magyar Péterrel. Itt vagyunk Magyar Péterrel. Elsőnek azt szeretném kérdezni, hogy délután már azt lehetett hallani öntől, hogy mindenképpen elindulnak az EP választáson. Mi a cél az európai parlamenti választásokkal?
hogy olyan eredményt érjünk el, ami a Holdról, de a Karmelita Kolosszolból bizonyosan látszik. De az európai parlamenti munkával kapcsolatban vannak már elképzelések? Vannak. 8 évet dolgoztam kint Brüsszelbe diplomataként, a volt feleségem pedig az Európai Parlamentbe. Kívülről, belülről ismerem a brüsszeli munkát, de azt még nem döntöttem el, hogy mennék egyébként EP képviselőként Brüsszelbe. Azt gondolom, hogy itthon nagyobb szükség van most rám, és ahhoz, hogy egy olyan pártot tudjunk építeni, amelyik valóban fölveheti a versenyt 2026-ban, hogyha addig kell várni a jelenlegi regnáló hatalommal. És hogy áll ez a folyamat? Lesz addigra párt, és kik lesznek a listavezetők, esetleg kik azok, akik már esetleg elmondhatók, ha vannak ilyenek? Ezt még nem tudom elmondani, dolgozunk ezen az új párt dolgon, vagy egy régi párt átvételén, vagy abban való belépésen. Nyilván a hatalom Rogán Antallal az élem mindent elkövet, hogy az összes kis pártot ellehetetlenítse, megfenyegesse, vagy esetleg zsarolja, nem ő, hanem úgy általában a rendszer. Tehát nehéz, sokakkal már majdnem megállapodtunk, de én abban hiszek és bízom abban, hogy van olyan párt, olyan kis párt, amelyik ellenáll a nyomásnak, és tudunk majd közösen. Fejlemény van-e az elmúlt héthez képest, amikor már ezeket elmondtad? Van fejlemény, de ezt most így nem szeretném még nyilvánosan elmondani, hogy ha lesz mit, akkor azt bejelentjük, amikor már nem tudják megakadályozni, hogy elindulhassunk, és sok százezer ember támogathasson minket az európai parlamenti választáson, hiszen egy valós alternatívát fogunk kínálni egy Deutsch Tamás ellen, vagy a Fidesz többi LP képviselője ellen, úgyhogy ezen dolgozunk most minden nap. Délután még azt mondta, hogy több hangfelvétel is van a birtokában, ami még itt-ott-amott van elrejtve. Nagyságrendileg, mekkora mennyiségű hangfelvételről beszélgetünk, vagy arról, hogy emlékszik az ember szerint, hogy mégis így több óra, hány? Nem sokról beszélünk, de azért nem is szeretnék erről beszélni, és az ügyészeknek is azt mondtam, hogy szerintem ez az ügy elegendő ahhoz, hogy nyomozgassanak jó sokáig, és több éves börtönbüntetéseket tudjon a magyar bíróság kiszabni a bűnösökre. Nem atombombákra van szükség, szeretném még egyszer elmondani, bár unalmas tudom, hanem valós alternatívára, amelyik segíthet a magyar embereknek. Hogy ahhoz képest itt ez egy kvázi atombomba, ami a mai tüntetést összerántotta, viszont valós alternatíva közpolitikai mondás még kevés hangzott el azért. Én nem gondolom, hogy kevés hangzott el. A Fiatal Demokraták kevésbé fiatal szövetségének szerintem már 3-4 választás óta nincsen semmilyen választási programja, tehát a magyar emberek úgy szavazzák meg őket, kb. Annakat szoktak mondani, hogy folytatjuk, de semmilyen valós, se közhatalmi, semmilyen programjuk nincsen. Ehhez képest mi már legalább letettünk egy nemzeti minimumnak nevezett 12 pontot, és néhány alkotmányjogi alaptörvényen kapcsolatos módosítási javaslatot. Azt gondolom, hogy van időnk kidolgozni a részleteket, nem holnap kell sajnos szerencsére kormányoznunk. Rengeteg szakértő lesz velünk, rengetegen ajánlottak segítséget, és ezt a munkát el fogjuk végezni, és egy valós alternatívát kívánó programot fogunk a magyar emberekkel tárni, amikor önnek itt az ideje. Jelenlegi ellenzéki pártok közül van, aki csatlakozik, vagy esetleg kommunikáció van arról, hogy ez a nemzeti minimum, ez több párt által is alá legyen támasztva, vagy ez még egyelőre csak a talpra magyaroknak a minimuma? Nem beszéltem, nem egyeztettem ellenzéki semmilyen parlamenti párttal, nem is kívánok. Én azt gondolom, hogy nekik 14 évük volt, vagy még több, hogy egy valós alternatívát kínáljanak, és ezt a magyar emberek elfogadják, nem éltek ezzel a lehetőséggel ki másokból. Azt gondolom, hogy várjunk meg egy választást, legyen az európai. Köszönöm szépen, európai parlamenti vagy országgyűlési választást, és hogyha látjuk ott az eredményt, akkor nyilván le tudunk ülni, mert én nem zárkózom el senkivel való tárgyalástól, de először lássuk meg, hogy a magyar emberek kinek mekkora bizalmat adnak ezek után, a kataklizmák után, amelyeket most él át a magyar közélet. A mai nap folyamán fog még beszédet tartani? Várhatjuk igen. Még? Igen, itt fogok egy beszédet mondani még a Kossuth téren, a Nemzet főterén, hogy a nagyurak is meghallják, hogy sokan vagyunk és elegünk van. Rendben, akkor mi ezt pedig közvetíteni fogjuk. Magyar Péter, köszönöm szépen a lehetőséget. A szó a stúdióé. Ez volt tehát Túlcsokap kollégám interjúja Magyar Péter a Markó utcában, éppen ahogyan a Kossuth tér irányába tartottak. És akkor folytatjuk az események tárgyalását Magyari Péterrel és Vita Dániellel. Szóval 53 napja ül megfeszítetten a nyilvánosság atombombákra várva, és független attól, hogy milyen információ értéke volt a mai hangfelvételnek, azért ez hatásában legalábbis ilyen, hadd érek ezzel a képzavarra, lokális atombombának annyiban tekinthető, hogy hát láthatóan tényleg több ezre megmozdultak most, láthatóan tényleg a teljes magyar online nyilvánosság gyakorlatilag a Magyar Péter bejelentésétől hangos. A magyar, szerintetek ezzel a típusú csepegtető technikájával, amivel fölépítette a nyilvánosságban magát, illetve konkrétan ezt az ügyet, ezzel pont jól lőtte be azt, hogy hogyan kell fokozni a várakozásokat, aztán pedig ezzel kielégíteni, vagy szerintetek elképzelhető azt, hogy egy kicsit túlhúzta a húrt, és ezzel kifárasztotta a nyilvánosságot. Szerintetek mennyire volt jó az ő tempírozása a mai napon? Hát ez nehéz ügy, hiszen még ugye nincsenek olyan nem tudom, mérések, amik az ő pártjának a népszerűségét konkrétan föl tudnák mérni, amit nyilván mi saját szakmánkban látunk, azt, hogy elképesztő érdeklődés van iránta. Ezt nektek nem kell, hogy mondjam, mert
ti is látjátok a saját számaitokon, hogy valószínűleg nem sok interjú volt, ami 2,5 millió nézőhöz eljut, és ebben szerintem igaza van a Péternek, hogy az egész valóság sószerűsége az, az ehhez hozzátesz. Tehát, hogyha ezt egy, ha a Diákhitel Központ volt vezetője helyett a Exim Bank volt vezetője, mondta volna, vagy az Agrárhitel Készletgazdálkodási Intézet vezetője, akinek a felesége nem kormánytag, akkor nyilván nem lenne ilyen érdekes, és ezt ő láthatóan ügyesen építi fel ezt a... Ez nagyon fontos, a te értékítéleted szerint itt az ő egykori feleségének kormányzati pozíciója, ami meghatározó és megkülönböztetett érdeklődés mutat a személy iránt, az ő NER-ben betöltött funkciója, vagy pedig az a típusú politikai kommunikációs képesség együttes, amit látunk tőle az elmúlt egy másfél hónapban. Az első és a harmadik szerintem. Tehát, hogy elhiszik róla az emberek, hogy közel volt a tűzhöz, és nem azért, mert a Diákhitelközpont vezérigazgatója volt, hanem mert Varga Judit férje volt, akivel kapcsolatban ugye most már a kicsit, mintha építeni ezt a legendát, ugye a volt Varga stáb is, majd Farkas Vajk, aki Novák Katalinnak volt a kommunikációs igazgatója, azt megelőzően pedig Varga Juditnak volt a kabinetfőnöke. Egy mandineres interjúban ugye azt mondta, hogy Magyar Péter levakarhatatlan volt, és mindig az első sorba akart ülni lehető legközelebb a miniszterelnökhöz, olyan eseményekre is, ahol egyébként a plusz egyeket nem hívták. Tehát, hogy van egy ilyen vibe körülötte, hogy ő tényleg a NER belső köreiben mozgott, ez szerintem nagyon sokat hozzátesz, és hát elvitathatatlanul ügyesen bánik a nyilvánossággal, hogy a személyes ízlésem szerint néha túlhúzza, vagy nem, hát nyilván szerint igen, a teaser, hogy mit fog bemutatni tulajdonképpen, ugye több felvételről volt szó, több miniszterről volt szó a felvételeken, most ehhez képest van egy perc, 40 másodperces vacsoraasztalnál rögzített felvételünk a feleségével, de attól nem volt az egész légből kapott, tehát elhangzottak olyan dolgok, amiket beígért, ez szerint ízlés dolga. Eddig példaértékű, hogy csinálja. De... Kinek a számára? Hát egy bármilyen politikus számára, aki színre akar lépni, és gyorsan sok embert megszólítani. És nyilván az összes körülmény, amit Daniel felsorolt, mind számít, és hozzáad, és ebből a szempontból van egy szerencsésnek mondható, vagy szerencsésen tudta kihasználni a hátterét, amiből indult, de hát nem láttunk ekkora izgalmat szinte senkitől az elmúlt 14 évben. Márki-Zay Péternek volt néhány erős hete, különösen a előválasztás, ellenzéki előválasztás két fordulója között 2021 őszén, de érzésem szerint a mostani személyhez köthető izgalom az még nagyobb. És lehet ezt fokozni, vagy akár csak fenntartani, szinten tartani a választásokig? Tehát ugye nyilván az a figyelem, ami most irányul Magyar Péterre, az bármilyen pártalapítás szempontjából nagyon nagy előnyt ad számára az establishment pártokkal szemben, vagy a kevésbé establishment pártokkal szemben is. De hát azért még van nagyjából bő két hónap választásokig. Van-e érdemi esélye arra, hogy egyébként ez volt a teteje annak, amivel rendelkezik, hogy ezt az érdeklődést tudja meglovagolni és vinni tovább, egészen addig, amíg az emberek el nem jutnak a szavazó fülkék, leadják a voksukat. Izgalmas lesz, hogy meg lehetett csinálni. Egyelőre úgy tűnik, hogy meg lehet. Ez egyébként nagyon jól látszik a kormány sajtó mozgásán is. Nagyon sokáig egy szót sem szóltak róla. Azóta pedig elképesztő erőbedobással próbálják meggyalázni és lejáratni. Olyan energiákat mozgatnak meg, amit nagyon régen láttunk hasonlót. Talán a konkrét választási kampányok legvégén a teljes ellenzék összesen szokott kapni annyit, mint most az elmúlt néhány napban ő, ami azt jelenti, hogy ők is azt mérik, hogy veszélyes rájuk nézve. Ugye az egész Magyar Péter építkezése az valóban rendkívül érdekes jelenség. Bárkinek, akinek van minimális közéleti érdeklődése, pláne hogyha ez a szakmája, akkor nem tud nem intellektuális izgalomba jönni. De szerintetek mit mond igazából a kortárs média viszonyokról, és két aspektust szeretnék ide behozni. Az egyik, hogy Magyar Péter gyakorlatilag nagyon stratégikusan járta végig azokat a szerkesztőségeket, ahol azt érezte, hogy meg kell szólalnia, és ezzel párhuzamosan nagyon stratégikusan építette a saját felületeit, ahol ezektől a szerkesztőségektől már függetlenül képes kommunikálni a szélesebb nyilvánossággal. Ennek
aminek a legújabb állomása, hogy most már elindította a saját YouTube csatornáját is, ahol egészen odáig jutott el, hogy tegnap már egy a saját YouTube csatornáján publikált, egy általa felkért újságíró által levezényelt interjúban hirdette meg azt, hogy konkrétan mire készül majd. Szóval szerintetek ez mit mond el a kortárs média viszonyokról? Előfordulhat-e az a pillanat, amikor egész egyszerűen azt mondja, hogy nem kér a továbbiakban a kritikus nyilvánosságból, mert képes volt megépíteni a saját nyilvánosságát, és innentől kezdve gyakorlatilag csak a MAG szavazóihoz kell, hogy beszéljen, hiszen azok is elégségesek lesznek ahhoz, hogy a várt, remélt eredményét realizálni tudja az LP választáson. Nem gondoltam én még korábban erre az eshetőségre. Nem is nagyon hiszem, hogy megkerülhető lenne egyébként az országban még létező média nyilvánosság, kiegészíteni persze lehet. Én azért azt gondolom, hogy ez jelentős részben tartalomfüggő, tehát nem véletlenül, hogy nem a DKTV legutóbbi adásáról beszélgetünk, tehát nekik is van YouTube csatornájuk. Azért elérésben szerintem még nagyon más tud az ő saját YouTube csatornája, és meg nem is hiszem egyébként, tehát miközben láthatom, van körülötte egy ilyen rajongói had, hogy azért emberek tömegei kizárólag Magyar Péter től szeretnének tájékozódni az ország meg a világ dolgait illetően, és a független média sincs olyan helyzetben, hogy nem tudom, bojkottálnia vagy negligálnia kelljen őt, tehát szerintem... Azt hiszem, a bojkott semmiképpen nem merül föl, de azért azt lehet látni, hogy, és nem gondolom, hogy ez egy feltehető, vagy egy, hogy nem, szóval nem gondolom, hogy ez egy reprezentatív vélemény lenne, ami mondjuk például Dezső András újságíró munkáját kísért a nyilvánosságban, de egy eléggé markáns vélemény, ami láthatóan azonnal képes volt adott esetben Dezső Andrásban is a propagandistát meglátni, ami nyilvánvalóan Dezső András soha az életében nem volt, valószínűleg nem is lesz soha, és mégis inkább egy hét alatt eldobták őt annak érdekében, hogy hinni lehessen a történetben, amit Magyar Péter kreált, miközben Dezső András hát tizenéves viszonylatokban építette magát újságíróként, és képviselte azt az igazságot, amit nyilván, hogy mondjam én, hát nem lehet a kormány szolgálatának tekinteni. Igen, én ezügyben akkor próbálnék optimista lenni, tehát hogy borzalmas, nem tudom, üzenetek jöttek nyilván a... Dezső Andrásnak is valószínűleg, meg mindenkinek, aki abban az ügyben az ő oldalára áll, de én nem hiszem, hogy azért ez egy ilyen nagyon nagy tömegtől érkeznének. Tehát én azt gondolom, hogy ez a nagyon-nagyon most felindult legközelebbi rajongói rétegtől jön legfeljebb, és szerintem nem véletlen, hogy az egyetlen valamiféle korrekció, amit egyébként Magyar Péter csinált, az pontosan az volt, hogy azért a propagandistázásért azért alapvetően elnézést kért, nem tudom, hogy őszintén-e, nem tudom, hogy szereti-e azt, hogyha róla kritikus cikkek jelennek meg, el tudom képzelni, hogy nem, és akkor azért valószínűleg belátta, hogy ez nem érdeke neki, hogy egyenlőségjelet tegyen egyébként az ő ügyeiről korrekten beszámoló, meg az őt valóban asszonyverőnek, elmebetegnek, magácsminkelőnek, és nem tudom, minek beállító kormánypropaganda között. Kicsit óvatosabb lennék a saját szerepünkkel kapcsolatban, mármint a sajtó szerepével kapcsolatban. 2010-ben úgy szerzett a Jobbik bőven több mint 10%-ot, hogy egyáltalán volt sajtója. És az online jelenlét is sokkal korlátozottabb volt, kevesebb volt akkor még az okostelefon, meg kevesebb ember követte a híreket interneten. Tehát úgy tudott valahogy mégis egy saját nyilvánosságot felépíteni, hogy se a fideszes sajtó, se a balos sajtó nem szerette, sőt, kifejezetten életveszélyesnek titulálták, és mégis megcsinálták. Tehát nyilván bizonyos korlátokkal, de egész sokat el lehet érni saját építkezésen keresztül is. Az még nem látszik, hogy Magyar Péternek lenne akkora stábja, és egy akkora mozgalma, mint például annak idején a Jobbiknak volt, amit nagyon sok településen, főleg kisebb településeken, nagyon határozottan jelen tudott lenni, de akár építhet is egy ilyet. Ha már az összedi beszéd előkerült egy ezelőtti válaszodban, ugye nagy különbség a tartalmi különbségeket félretéve, hogy hát akkoriban még nem volt olyan internetpenetráció, és pláne nem voltak olyan típusú online platformok és médiumok, amik ezt igazán ki tudták volna hangosítani. Ezzel kapcsolatban mit gondoltok, lehetséges, hogy ez most egy olyan többletértéke lehet a beszéd, nem tudom én, hatásának, ami képes adott esetben ellensúlyozni azt, amit tartalmi oldalon te megfogalmaztál, hogy egész egyszerűen nem annyira élesek, nem annyira egyértelműek Varga Judit mondatai, mint amelyek voltak az ex-miniszterelnöké? Egyrészt igen, ez lehetséges. Másrészt pedig abban az értelemben egy nagyon más belpolitikai helyzet van,
hogy az ország igen jelentős részének 14, de inkább 2006 önkormányzati választás óta csak csalódások és pofonok érik. Itt most a Fidesz-szel nem szimpatizáló közönségről beszélek. És egy ennyi csalódás és egy ilyen felfokozottan elégedetlen helyzetben a kis szikra is nagyobbat tud lángolni, akkor, hogyha ott jól táplálják a tüzet. Hm. És csak egy példát felhozni arra, hogy egyébként pedig mennyire sekélyes a politikai közeg jelenleg. Idefele jöttem és néztem a politikai plakátokat. A Fidesz plakáton az ellenzék vezetői láthatók ebben a dollárjeles nyakkendőben. Mindössze Fekete Győr András, mert nem vezető jelenleg, hanem ugye Donát Anna a pártvezető, az is érdekes, hogy miért pont őt rakták oda. Rajta rosszul mutatott volna ez a fehér meg a fekete nyakkendő, meg ez a Dead Kennedys plakát szerintem. Igen. Lehet, hogy lesz majd női kiadásban. A ellenzéki DK plakátján Orbán Viktor feje van. Tehát egymást tudják csak kirakni. Ez azt jelenti, hogy világon semmit nem tudok mondani, azon kívül, hogy a másik hülye. Uh-huh. Egy ilyen helyzetben a legkisebb újdonság is relevatív erővel bírhat. És ugye ez nem a már még egy dolog, ami előkerült, az Márki-Zay Péter, arra visz, pedig nagyon jó rímmel, hogy körülötte is nagyon hamar megjelent egy ilyen elkötelezett réteg, nem tudom, a Krúbi már fontosnak tart, hogy átköltse ikonikus versét, és beleírja Márki-Zay Pétert is, vagy nem tudom, tehát volt egy ilyen iszonyatos, ilyen kicsit a popkultúra felől is jövő, meg a fiatalabbak felől jövő várakozás is, hogy nem csak az van, hogy akkor csak Gyurcsány meg Orbán, erre nyilván a Magyar Péter aztán végképp ügyesen rájátszik, csak aztán ugye, mit tudom én, ha most a Márki-Zay Péter mit mondott, hogy majd le fogja leplezni az 5 vagy 6 meleg kormánytagot a ellenzéki összefogás nagyobb dicsőségére. És végül nem leplezte le az 5 vagy 6 meleg kormánytagot, nem teljesen kizárt, hogy azért nem, mert nem léteznek, és össze-vissza beszélt a levegőbe. Magyar nyilván ígért valamit, és mondom, azt valamelyest egyelőre tartja, hogy azt fönn lehet tartani, meg nekem az ő közpolitikai ígéreteivel kapcsolatban aztán végképp fölötti óvatos lennék. Tehát, hogyha ő a szivárogtató, vagy a nem tudom micsoda, a NER-ből, meg aki, az egy nagyon másik szerep, mint egyébként szeretnéd-e őt miniszterelnöknek, szeretnéd-e őt EP képviselődnek, és szerintem azért ez még nem dőlt el, és ez ügyben szerintem azért még sok is a kérdőjel, hogy ő egy komolyan vehető politikus lesz, egy választható alternatíva, vagy neki ez a szerep jut, amelyikben a NER megbontás. Voltak olyan emberek, mint Juhász Pétert, hogy mondjam, akinek igen, sok jelentős politikai szerepei nem voltak, egy 1%-ot sem elérő párt vezetője volt, miközben nagyon sokan úgy tekintettek rá, mint aki nagyon komoly ütéseket vitt be a Fidesz rendszernek, történetesen pont Rogán Antalt érintő korrupciós ügyek föltárásával, de hogy inkább a romboló szerep jutott neki, és nem az építő. De akkor hol van a választóvonal, kérdezem tőled, de neked is szól a kérdés. Tehát ugye valóban Márki-Zay Péter esetében ezt többször is kitárgyaltuk már ebben a stúdióban, szerintem veletek is, hasonló mintázatot lehetett látni, gyorsan felívelő, alapvetően az online nyilvánosságra támaszkodó népszerűség, ami aztán igazából nem tudott konkrét szavazatokra váltódni. Június 9-e előtt szerintetek hol lehet majd eldönteni, Magyar Péter ezt a mintázatot követi, vagy pedig képes volt ezt fölülírni? Hát előtte lehet, hogy sehol. Az nagyon közel van. És egyébként én azt sem tudom, hogy a június 9-e eldönti-e. Tehát mi van, ha szerez 5, 7, 8, 10%-ot? Abból mi következik? Hogy lesz neki 30 is, és ő fogja leváltani a Fideszt? Vagy nem, hanem az, hogy volt egy nagy svung, ami egyébként ennyire volt elég 5-6-7-8%-ra, amit persze nem lehet lebecsülni, majdnem biztos vagyok benne, hogy többen ismerik Magyar Péter nevét, mint legalább 3-4 regnáló ellenzéki pártelnökét. Tehát ha mondjuk azt mondom most, hogy Komjáti Imre, vagy Smuk Erzsébet, vagy Barabás Rihárd, hát valószínűleg az ő ismeretségük nagyon távol van egy olyan emberétől, aki február elején tűnt föl a szélesebb nyilvánosságban. De hogy az EP választás, nem tudom, ha 20%-ot ér el, akkor nincs kérdés, de annyit szerintem nem fog, és akkor meg pontosan ugyanott lesz a kérdés, hogy van még egy plusz ellenzéki pártunk, vagy olyan hamar be tudott lépni egy olyan piacra, hova egyébként nem tudnak új szereplők a Momentum óta, meg talán egyáltalán nem, ami meg tényleg egy ilyen csoda kategória. Nem biztos, hogy ezt fogjuk látni, ezzel teljesen egyetértek, és az sem biztos, hogy június 9 ezt eldönti.
mint hogy nem is kell ezeknek eldőlniük, és nem kell ilyen határvonalakat húzni és várni a nagy megoldást a politikában. A politika az egy végtelen teleregény. Sosincs vége, sosincs az, hogy ez volt az utolsó rész, és akkor most minden megoldódott, és elkezdődik az új világ, ilyet csak az ilyen utopisztikus ideológiákban bízó emberek hisznek, és amikor oda jutnak, hogy átveszik a hatalmat, akkor vérzivatar következik. Tehát megnézzük, hogy hova mozog, hogyan fejlődik, kivel kell majd összefognia, vagy nem kell összefognia. Az biztos, hogy az EP választás, ez egy sokkal könnyebb helyzet, mint egy parlamenti választás, mert arányos a rendszer, ki hány százalékot szerez, annyit visz, és ettől sokkal könnyebb látványos eredményt elérni ellenzékből. A DK az a legutóbbi EP választásnak köszönheti azt a státuszát, hogy az ellenzék legerősebb pártja lett, a Momentum a legutóbbi EP választásnak köszönheti azt, hogy ott ülhetett viszonylag jó pozícióban az azt követő önkormányzati választási egyeztetéskor, majd az előválasztási egyeztetéskor, és egy EP választással korábban pedig az itt említett Együtt párt is egy EP választásnak köszönhette, hogy néhány évig el lehetett hinni, hogy ott történik. És valószínűleg a Kutyapárt is jobb eredményt fog most elérni, mint bármelyik választásán, és nem véletlenül. Biztos? Tehát nem az a helyzet, hogy pont Magyar Péter, ha valakibe bele tud harapni, már ugye a szavazóbázis tekintve, az feltehetően leginkább a Kutyapárt, azt gondolom, hogy talán még a Momentum, nem tudom, hogy tudunk-e mást is mondani. Én pont azt gondolnám, hogy a két nagy erőnek, tehát a DK-nak és a Fidesznek a szavazótábora lesz, ami a leginkább ellen tud ennek tartani. A tekintetben egyetértek, hogy onnan nem fog nagyon sokat kiharapni. Szerintem első körben pont az egyébként 1-2-3 százalékokra mért kis pártoknak fogja teljesen elszívni a levegőjét, tehát Márki-Zayénak, Vonáénak, Jakab Péterének, és szerintem is jelent veszélyt a Momentum. Szerintem egyébként inkább talán a Momentumra, a Kutyapárt szavazóinak egy része szerintem azért kellő iróniával fogja szemlélni ezt a jelenséget, ami van, de persze a Kutyapárt 3%-ot szerzett 2022-ben, most 10% fölé mérik őket, annak a jelentős része az nyilván egy kiábrándult alternatívát kereső, és nem a vicceket kereső választói közönség, tehát jelenthet oda is veszélyt. Ezzel együtt szerintem hát nem véletlen, hogy az MSZP, meg a Párbeszéd, meg az LMP olyan százalékokra van mérve, ahova. Tehát onnan már sok választót nem fog tudni elhozni Magyar Péter. Most át kell vennem a szót, mert elviekben Magyar Péter mond most egy beszédet, úgyhogy kapcsolunk a Kossuth térre. Várunk még egy-két percet, hogy átérjenek az emberek a Kossuth térről, vagy a munkából ide. Elnézést kérek a szervezési malőrért a Kossuth téren, a Nemzet főterén. És a Nemzet legszebb épület előtt szerettünk volna üzenni a nagyuraknak, de a rendőrség megtiltotta, hogy a gépjárművel behajtsunk a Kossuth térre, mert nyilván maradandó károkat okoztunk volna. Azért innen is üzenem, hogy a magyar rendőr velünk van, köszönjük a munkájukat! Ervin, még egy pici türelmüket szeretném kérni, még mindenki ideér, és majd egy kérdés, hogy vajon mennyire lehet hallani, amit mondok hátul, itt remélem, hogy lehet, de hátul a Kossuth tér felé, a Szamos cukrászda környékén, mennyire lehet vajon hallani. Egy pár perc türelmet, mi meghallgatunk egy zenét, remélem valami jót. Én egy István a király szeretnék, de nem tudom, hogy ez ilyen választás, vagy nem. Ervin, meglátjuk, mit tehet. Köszönöm, hogy eljöttek, egy pillanat türelmet. Köszönöm. Amit megkezdődök a beszéd, természetesen azonnal visszakapcsolunk a vértanúk terére. De akkor még néhány kérdés a részletekre engem, ami még nagyon érdekel, egy pillanatra visszamenve a hangfelvételre, hogy alapvetően ugye a Tócsakap kollégám kérdésére megerősítette azt Magyar Péter, hogy több felvétele is lehet, de hogy ezzel az ügyel kapcsolatban valószínűleg ez volt az egyetlen. Most induljunk ki abból, hogy esetlegesen nincsenek további felvételek, és ebből az egy felvételből kell gazdálkodnia. Azért abban a figyelemgazdaságban, ami jelenleg a kortárs nyilvánosságot Magyarországon jellemzi, hogy más nem mondjak, ugye a mai napon Borkai Zsolt bejelentette azt, hogy ő is ismer egy felvételt, amelyen a Dézsi Csaba András, regnáló polgármester látható valamifajta verekedés vagy veszekedés közepette, ő ezt nem látta, de valaki látta, és voltak ott más szemtanúk is. Szóval igazából
az a kérdés, amikor láthatóan záporoznak az ilyen típusú események, illetve hangfelvételek, filmfelvételek és így tovább, meddig lehet egy ilyen hangfelvételből nyilvánosságot és figyelmet fenntartani a saját maga számra Magyar Péternek? Tehát mondom, ha nem lesz más a tarsójában ebből, kb. Meddig lehet gazdálkodni? Ez elégséges-e ahhoz, hogy elvigy őt egészen a június 9-i választásokig? Ezt egészen pontosan tudnám, akkor politikai tanácsadóként dolgoznék, és sokkal jobban élnék, mint most. De van egy olyan feltételezésem, hogy bármeddig, nem tudom, hogy biztos emlékeztek rá, amikor Zambó Jimmy tragikus körülmények között véget vetett életének, akkor a Blick 2 éven keresztül minden nap a címlapon tartotta valamilyen módon a történetet. És az emberek jól vették akkoriban alapot, akkor az volt a csúcs időszaka a Blicknek. Tehát kellő kreativitással és fondorlattal sokáig a figyelem középpontjába lehet valamit tartani. Direkt nem fogok nagyon blaszfém dolgot mondani, vagy igyekszem, tehát hogy... De hát nem mondok, tehát, hogyha, de ha egy fél év múlva a Lagzi Lajcsi is véletlenül agyon lőtte volna magát, akkor nem lett volna a címlapon, tehát szerintem is gondolom erre vonatkozik részben a kérdés, tehát hogyha ebben a kampányban lesznek borkai videók, igaz az, amit Karácsony Gergely állít, hogy börtönben ülő bűnözőket keresnek meg fideszes ügyvédek, hogy valljanak elleme is, majd lesznek ilyen videók, akkor nyilván, hogyha Magyar Péter más beszélgetéseit mégsem vette föl diktafonnal, akkor nyilván az ő rájutó figyelem jelentős része az el fog párologni. Tehát, hogyha ez lesz a politika, valóban, hogy egymást teszik a plakátra, és kiszivárgó, meg titokban rögzített, meg nem tudom milyen videók lesznek, akkor az el fogja szívni nyilván elől a levegőt, mert ahogy beszéltük, azért alapvetően neki nem a közpolitikai ígérete a legvonzóbb egyelőre, hanem ez, hogy mit tud a NER-ről és mit tud ebből bebizonyítani. És ha ennyit tudott, akkor az véges lesz. Az a közpolitikai stratégia, amit jelenleg bíz, szerintetek pont, hogy kifizetődő, és ez a helyes egy ilyen helyzetben a részéről, vagy pedig szerintetek elkerülhetetlen az, hogy ponton azért valamilyen módon mégiscsak törésvonalakat képezzen, vagy legalábbis törésvonalakba beleálljon. Mire gondolok? Jelenleg ugye gyakorlatilag olyan vetítővászon, amiben bárki, aki elégedetlen a Fidesz kormányzásával, bele tudja látni a saját maga agendáját, a saját maga politikai értékítéletét és ízlését, de valószínűleg ez egy ponton túl már nem biztos, hogy vihető, vagy pont az a lényeg, hogy igazából a kortárs nyilvánosságban ilyen közeli választáshoz ez pont, hogy a legjobb stratégia, amivel neki tud vágni ahhoz, hogy a lehető legtöbb szavazót maga mellé állítsa. Tehát nem kell neki mondani a semmit konkrétan arról, hogy mondjuk nem tudom én, milyen típusú Európai Uniót szeretne, mit gondol a szuverenitás kérdéséről, mit gondol a föderalizmusról, és így tovább. Tehát, hogy ezek azok a kérdések, amelyek valójában egyáltalában nem elvárás a választók részéről, hogy fogalmazzon meg benne bármilyen érdemi ajánlatot, mert most valami sokkal szélesebb és sokkal kevésbé megfogható ajánlatot szeretnének hallani. Ezt gondoljátok végig, és addig hallgassuk meg Magyar Péter beszédét a vértanúk teréről. Sajnálom, hogy megint velem kell beérniük, hogy lesz ez még másképp is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Megmondom őszintén, még nem nagyon beszéltem róla, de borzasztóan megható volt. A március 15-e, gondolom, sokan vagytok itt, akik akkor ott voltatok. Elképesztő volt érezni a szeretetet, és hogy milyen jó volt együtt magyarnak lenni. Stockholmtól Rómáig, Zalaszentgróttól, Őri Szentpéteren át, egészen Záhonyig. Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy el tudtatok jönni ennyien. Tudom, hogy ez sokatoknak mit jelent. Én is éppen a fiaimmal lennék, valószínűleg most venném fel őket az edzésen, de megkértem az édesanyjukat, hogy ma ő legyen velük. Kedves barátaim, írtam gyorsan egy másik beszédet is. Olyan lesz egy kicsit, mert gyorsan írtam. Itt most nem Polt Péter lesz a címzett. Szerettünk volna a Kossuth téren beszélni, és ígérem, hogy mindjárt bejelentem, hogy mikor pótoljuk ezt be több százezeren együtt a közeljövőben. Remélem, hogy hallotok, úgyhogy nek belevágok. Magyarok! Köszönöm,
Köszönöm, hogy pár órával ezelőtti hívószóra ilyen sok ezren eljöttetek, és most együtt tudunk kiállni, és elmondani a hatalomnak, hogy elég volt. Az egész magyar nemzet, és talán a világ szeme van most rajtunk. Magyarországot gyakran hívják következmények nélküli országnak. Soha semminek nincs következménye. Soha semmilyen ügy nincs lezárva vagy megoldva. Soha nem lesznek vagy lettek eddig a valódi felelősök felelősségre vonva. Ennek most vége. Ennek most véget vetünk. Két nappal ezelőtt, kedves barátaim, két nappal ezelőtt a magyar történelem leghosszabb ideje regnáló miniszterelnöke arra az újságírói kérdésre, hogy mit szól ahhoz, hogy a minisztere Rogán Antal belenyúlt a nyomozati iratokba, zsebredugott kézzel annyit talált válaszolni, hogy én miniszterelnök vagyok, tévésorozatokkal nem foglalkozom. Úr. Nem tudom, hogy önök vagy ti, hogy vagytok vele, de bennem felvetődik a kérdés, hogy mi az, amivel Orbán Viktor miniszterelnök foglalkozik. Mert azt tudjuk, hogy mivel nem foglalkozik. Hadd soroljam föl. Nem foglalkozik a jogállamisági kérdésekkel, isztambuli egyezménnyel, ugye tudjuk, hogy nem foglalkozik nőügyekkel, nem foglalkozik reménytelen helyzetben lévő emberek kétségbeesett próbálkozásaival, nem foglalkozik más országok vezetőivel, tudjuk, hogy nem foglalkozik üzleti és cégügyekkel sem, nem foglalkozik a szülők dolgaival, tévésorozatokkal, szakmai fórumok és szervezetek álláspontjával, nem foglalkozik ő az otthonápolókkal sem, nem foglalkozik ellenzéki pártok vagy képviselők beadványaival. Talán nem foglalkozik a tanárokkal sem. Nem foglalkozik ő a betegek szakszerű ellátásának biztosításával sem. Továbbá a miniszterelnök úr nem foglalkozik, ugye tudjuk, kegyelmi ügyekkel sem. A gyermekek védelmével sem. És most már tudjuk, hogy igazából ügyészségi visszaélésekkel sem, akkor sem, hogyha egy minisztere érintett. Kérdezem én ezért a miniszterelnök urat, ha hallja valaki, vagy látja valaki, adja át. Mi az, amivel Magyarország miniszterelnöke foglalkozik? Miért nem szólal meg személyesen, akár a köztelevízióban, ahova engem soha nem fognak élőadásba behívni? Miért nem szólal meg a volt igazságügyi miniszter egész országot érintő korrupciós botrányában, mármint nem a miniszteré, hanem az ő általa elmondott korrupciós botrányban? Mi az az inger küszöb, ami az embereket még megérinti ebben az országban? Miért van nekünk ügyészségünk és igazságszolgáltatásunk egyáltalán, ha az igazságügyminiszter beismeri, hogy hozzányúltak a nyomozati anyagokhoz az évtized legsúlyosabb korrupciós bűncselekményében, amelyben kiderült, hogy a végrehajtók vezetője Rogán Antal propagandaminiszter embere volt. Miért van nekünk ügyészségünk és igazságszolgáltatásunk egyáltalán, ha maga Rogán Antal propagandaminiszter dönti el, hogy milyen tartalmú nyomozati anyag kerülhet majd a bíró elé? Miért van nekünk ügyészségünk és igazságszolgáltatásunk egyáltalán, ha előfordulhat az, hogy az igazságügyi miniszter helyettese, Völner Pál, nem sokkal itt dolgozott pár méterre, aki a vád szerint vesztegetési pénzeket vett át a végrehajtói kar elnökétől,
már fél évvel korábban értesülhetett a feletteseitől az ellene folyó nyomozásról. Miért van nekünk ügyészségünk és igazságszolgáltatásunk egyáltalán, ha előfordulhat az, hogy egy súlyos pedofil ügy eltusolásában segítkező K. Endre kegyelmet kaphat ma Magyarországon, és ezt egy református püspök járja ki neki? Vajon miért nem merik nyilvánosságra hozni, hogy az egykori igazságügyi miniszter, az akkori feleségem javasolta a kegyelmet K. Endrének? Én elárulom önöknek, nem. Miért van nekünk ügyészségünk és igazságszolgáltatásunk egyáltalán, ha nem derülnek ki a valódi felelősök, és hogy a kormány miniszterek valójában azok, akik egy maffiának kellene szolgálni? Ki lesz majd itt a felelős? Eljuthatunk egyáltalán a valódi felelősökig? Mi kell még ahhoz, hogy világossá váljon, hogy felnyíljon minden magyar ember szeme, hogy ma egy maffia kormányoz Magyarországon? Kedves barátaim, arra hiába várunk, hogy lesz majd egy olyan hangfelvétel, ahol maga Orbán Viktor miniszterelnök ismeri be, hogy hogyan került körülbelül 3000 milliárd forint közpénz a családjához és azok köreihez. Tudom, hogy az emberek már semmin sem lepődnek meg. Már nagyon kevés dolog éri el a magyar emberek inger küszöbét. Már semmiről nem hiszik el, hogy lehet következménye. Mert már megszokták ezt a rendszert. A rendszert, ahol minden csoda csak 3 napig tart. Ahol nincsenek igazi felelősök. És ahol Polt Péter ügyészsége asszisztál a rendszerhez köthető korrupciós ügyekhez. Kedves barátaim, az első és legalapvetőbb probléma... Hallod-e te, Polt Péter? Azt üzenik, mondjál le! Miért vagyunk most mi itt, hogy ezen változtassunk? Hogy most az egyszer ne léphessenek túl a kínos ügyeken. Hogy most az egyszer járjunk a végére, és érjünk el végre változást. Eddig, és ne tovább. Gyakoroljunk nyomást a kormányra, és álljunk ki egymásért, és minden közös ügyünkért, a gyermekeink és az unokáink jövőjéért. Kérlek benneteket, hogy álljunk ki a betegekért, akiknek az orvosai és az ápolói már külföldön dolgoznak. Álljunk ki a betegekért, akik nem tudják kivárni a hosszú várólistákat. Álljunk ki az éhbérért dolgozó ápolókért, a tanárokért, akik évtizedek óta méltatlan körülmények között nevelik és tanítják a gyermekeinket és unokáinkat. Álljunk ki együtt a diákokért, akik a szeptemberi iskolakezdéskor már nem kapják vissza az osztályfőnöküket, mert megélhetési okokból vagy buszsofőrnek, vagy árufeltöltőnek kellett állnia. Álljunk ki a családokért, akik a nyár elején azzal szembesülnek, hogy a kedvenc balatoni szabadstrandjuk helyén családi luxusszálló vagy egy jak kikötő terpeszkedik. Barátaim, álljunk ki a vidéki gazdákért,
akik a támogatások hiányában nehezen tudnak megélni kisebb földterületeikből, miközben néhány oligarha az ország földterületének legnagyobb részét már megszerezte. Álljunk ki azokért, a kiemelkedően teljesítő vállalkozókért, akiktől napellenőrzés, jogszabályi környezetváltozás, vagy csak egyszerű fenyegetés módszereivel elveszik a vállalkozásaikat. Álljunk ki a szabad piac szereplőiért, akik pontosan tudják, hogy nincs olyan közbeszerzés, amin eséllyel el tudnának indulni ma Magyarországon. És kedves barátaim, ez is nagyon fontos pont a mai napok fényében. Álljunk ki a bíróságon dolgozó bírókért, leírókért és ügyészekért, akik politikai nyomás alatt kénytelenek végezni a munkájukat. Álljunk ki a fővárostól távolabb élőkért, akik technikai okokból kénytelenek a propagandából, a kormány propagandából tájékozódni. Segítsünk nekik! Tegyünk együtt hitet Magyarország uniós és NATO tagsága mellett. Álljunk ki az állami gondozott gyermekekért, akiknek pedofil zaklatást kellett elszenvedniük, és akikkel semmi nem történt azóta sem, még bocsánatot sem kértek tőlük a hatalmon lévő emberek, akik itt székelnek. És kérlek, tartsatok velünk most egy perc néma csendet, azért az állami gondozott fiúért, aki a zaklatások miatt Bicskén öngyilkos lett. Kérlek, ne hagyjuk őket egyedül. Nem fogjuk annyiba hagyni. Nem úszhatják meg a valódi felelősök. Nem úszhatja meg Balogh Zoltán. Nem úszhatja meg Rogán Antal, és nem úszhatja meg a maffia állam feje Orbán Viktor sem. Követeljük, miniszterelnök úr, hogy az Orbán kormány és annak tagjai nézzenek a magyar emberek szemébe. Vállalják a jogi és politikai felelősséget, és távozzanak a hivatalukból. Követeljük, hogy adják vissza a magyar embereknek a választási lehetőséget. Hogy egy korrupt, velejéig romlott a propagandát és a titkosszolgálatokat saját hatalmának fenntartására használó hatalmat kívánnak-e a továbbiakban megbízni a szolgálatukkal. Vagy egy olyan erőt szeretnének felkérni az ország és a magyar emberek szolgálatára, amelynek nincs bal és jobb oldal,
csak magyarok, és a magyarok, és a magyar nemzet, éljenek annak tagjai vidéken vagy Budapesten, itthon vagy a nagyvilágban. Legyenek fiatalok vagy idősek, családosok vagy egyedülállók, hívők vagy ateisták, betegek vagy egészségesek. Egy olyan erőt, amely megvesztegethetetlen, eltántoríthatatlan, és amelynek célja a márciusi ifjakhoz hasonlóan egy szabad, boldog, független, szuverén, modern, európai Magyarország felépítése. Kedves barátaim, mérhetetlenül hálás vagyok, hogy ennyien eljöttetek. Áldott húsvétkot kívánok minden magyar családnak, egyedülállónak és családosnak, és azt kérem tőletek, hogy vigyétek hírét a reménynek, annak, hogy lehet egy másfajta Magyarország. És azt kérem tőletek, hogy segítsetek, találkozzunk ugyanitt a nemzet főterén, akkor valóban a nemzet főterén már, április 6-án, szombaton, 15 órakor, ugyanitt, és követeljük több százezren, hogy a kormány adja vissza a hatalmat a népnek, adja vissza a választási lehetőséget, hogy egy boldog országot építhessünk a gyermekeinknek és az unokáinknak. A haza minden előtt. Köszönöm, hogy eljöttetek. Ez volt tehát Magyar Péter beszéde a vértanúk teréről. Most az élő adások leghálátlanabbikát fogom, vagy élő adások kérdéseik közül a leghálátlanabbikat fogom föltenni felétek. Egy nagyon fontos, vagy nagy hatású politikai beszédet kellene most itt akkor rögtönözve értékelnetek. De tényleg, tehát mik voltak a legfontosabb... Melyikre gondolsz? Mik voltak a legfontosabb, nem tudom én, hívószavai Magyar Péternek, és szerintetek mi volt az, ami esetlegesen eltért attól, amit korábban lehetett hallani tőle? Ugye már legalább három megnyilvánulása volt. Volt egy a Doorstep sajtótájékoztatója rögtön az ügyészség meghallgatása után, volt egy rögtönzött beszéde az ügyészség épület előtt, és volt most végül egy ilyen napzáró nagy beszéd, amiben megkérdette a következő tüntetést. Szóval mit lehet ezekből a beszédekből építkezve kijelenteni az ő politikai építkezéséről? Az látszik, hogy erről beszéltünk, hogy a figyelmet meddig lehet fenntartani, mindig lehet egy újabb rendezvényt összehívni, mindig egy kicsit nagyobb ambícióval, most azt mondta, hogy több százezer embert vár az április 6-ára meghirdetett tüntetésre, tehát van egy ilyen folyamatos építkezés, ami látszik, és mindig csak egy kicsivel többet mond el, mint korábban. Sok szempontból a követelések hasonlítottak a március 15-én hallott, egyébként nagyon pragmatikus, nagyon középre lövő, nagyon centrista, nagyon konszenzust kereső programmal, amiben az a érdekes, hogy nem egy radikális oldalról intéz kihívást a hatalom ellen, mint ahogy ezt az utóbbi időben megszoktuk Európa nagy részén, hanem úgymond egy ilyen centrista, normalitás alapon álló, nyugodt erőt hirdető úttal, amiben próbál mindenkinehez szólni, és semmi extremitást nem követel. Ami még azt lehet mondani, hogy egy új jelenség volt, hogy talán először hangzott el, hogy Orbán Viktor mondja le. Elképesztően ügyesen válaszolta meg a Péter a 25 perccel ezelőtt feltett kérdésedet is, pedig én is erre akartam kicsit kanyarodni még. Ugye valami olyasmit kérdeztél akkor, hogy meddig lehet ő ilyen üres lap, és hogy vajon ez, tehát hogy ez az ilyen típusú, nem tudom, semmitmondás, vagy semlegesség ez, vagy centrizmus, vagy centrista politika, aminek Magyarországon nem nagyon vannak gyökerei. Tulajdonképpen nincsen centrista párt, és nem is nagyon volt Magyarországon az elmúlt 20-25 évben. Ugye a Momentummal kapcsolatban volt egy ilyen vita, hogy ők egy liberális párt, vagy ilyen generációs, de középre beszélő párt. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy neki ez lesz a stratégiája. Nyilván a legkényelmesebb pozíció se nem Orbán, se nem Gyurcsány, de ebből ami még következhet, az valami ilyesmi, hogy olyan dolgokat mondani, ami
ami senkinek nem nagyon ellenszembe, senkinek nem nagyon támadható, és sokan beleérthetik magukat. Nyilván a Fidesz szavazók nem akarják azt hallani, hogy Orbán Viktor mondjon le, de nyilván a Fidesz szavazók nem is fognak Magyar Péterre, de mindenféle ideológiát láthatóan nagyon kerül. Valóban ez a pragmatista, nehezen, nem tudom, így klaszterekbe sorolható dolgok kerülnek elő a beszédeibe, és szerintem is bár nem szeretném, hogy elsöpörjön a népharag, de azért tartalmilag elképesztően nagyon sok újdonságot és izgalmas dolgot szerintem nem feltétlenül mondott, de pont talán az a legfontosabb tanulság, hogy amit ő is megérezhetett, hogy ezt a tüntetést ezt mikor hirdette meg, ma délután 1 órakor. És itt volt több ezer ember, innen a stúdióban ezt viszonylag nehéz elbírálni, hogy hány ezer ember, de igen, megvan a következő lépcső, hogy most lesz 2 hete megszervezni egy nagy tüntetést, ahol biztos nem ennyien lesznek, hanem ennél sokkal többen, és akkor az válasz arra a kérdésre, hogy az építkezés vagy ilyesmi, hogy lehet. Mostantól minden nap ki fogja írni a Facebookra nyilván, hogy április 6-án nem tudom hány órakor kell a Kossuth téren lenni, és ez a fajta ilyen célkijelölés, az valószínűleg most akkor megvan. Mindamellett, hogy nyilván az EP kampányban könnyebb lesz még egyébként majd dolgokat is mondani, majd be lehet jelenteni a pártot, majd el lehet mondatni, hogy miért neki, vagy miért az EP küldöttének kell kimennie Brüsszelbe, tehát szerintem most ez egy kényelmesebb helyzet. Jó, hát akkor lassan térjük majd át a politika értékelésére még egyébként Magyar Péter megnyilvánulásainak. Van esetleg még bármi más, ami szempontként bennetek maradt és záráshoz közeled, vagy hát a zárásnál itt most még fontosan tartanátok, hogy megosztátok a nyilvánossággal, a nézőinkkel? Egész apró kiegészítés, ez EP választásra nem kell várni különösebb választási ígéretet. A lehető leginkább ez egy ilyen szimpátia szavazás szokott lenni, nem csak Magyarországon, hanem az EU-ban mindenütt, és konkrétan nem is nem lehet ígérni semmit. Hát az a néhány képviselő, amit egy ország tud küldeni, és azon belül egy párt tud küldeni Brüsszelbe vagy Strasbourgba, az nem fogja megváltoztatni az európai politikát. Ez egy érzelmi szimpátia szavazás lesz, ahol nem az lesz a kérdés, hogy ki mit mond programszerűen, kinek milyen szakmai felkészültsége van, hanem hogy ki tudja a szíveket elrabolni. Én mindent elmondtam, lehet, hogy még kicsit többet is, mint amit terveztem. Jó, hát akkor egyrészt nagyon közel itt voltatok mindketten, és a rendelkezésünkre álltatok. Bita Dániel, Magyari Péter, köszönöm szépen, itt voltatok. Ti pedig nézzétek és olvassátok úgy a Válaszolnánk, mind a 24.hu-t, illetve különösen hallgassátok a 3/3-ot, mi is így teszünk. Gyertek majd máskor is, köszönöm szépen, itt voltatok. Ti pedig nem menjetek sehova, mert azonnal érkezik majd Lakner Zoltán és Ruf Bálint, akikkel kifejezetten Magyar Péter politikai lehetőségét fogjuk majd elemezni, abból kiindulva, amit láttunk eddig a nyilvánosságban belőle, és kiemelten a mai nap fejleményeit is figyelembe véve. Előtte azonban nézzük meg egy rövid összeállítást arról, hogy milyen kormánypárti reakciók kísérték Magyar Péter hangfelvételének napvilágra kerülését. Magyarország egészen úgy néz ki, mint egy normális ország. Jó, vannak ilyen szomszédokra, vagy Dallasra emlékeztető, vagy való világra emlékeztető, filmsorozatot idéző közjátékok Magyarországon. Azt tudom mondani önnek, hogy végigment egy büntetőeljárás. Az eredményét is látják, ott vannak. Az ön kabinetfőnöke szerepel a vádiratban, és egy bizonyos tónit is emlegetett Sádő György, ez ön lenne? Nem tudom, mi ez. Találkozott Sádő Györgyel? Egy önimádó, önhit, tudatzavaros, talán némiképpen pszichopata, alapjában véve senki, egy fiatal ember, akinek semmi különösebb érdeme nincs. Na de ha van igazi Magyarországon, az Magyar Péter, bocsássatok meg. Takarodjon a büdös a közéletből. Fenyegető SMS-ek, lenéző megjegyzések, napi félelem. Ez jellemezte Magyar Péter jelenlétét az igazságügyi minisztériumban. A Mandinernek ezúttal 2 korábbi vezető munkatárs nyilatkozott. Elmondásuk szerint Magyar Péter őket is megfenyegette. Az elmúlt hetek politikai álmokfutását a mai nap fényében röviden úgy fogalhatjuk össze, sok hűhó semmiért. Kipukkadt a lufi. Döbbenet, Magyar Péter tényleg megtette, ezzel zsarolt több mint egy éve. Ezt írt a közösségi oldalán Varga Judit, aki egy hosszú bejegyzésben reagált volt férje hangfelvételére. Hallható, ahogy Magyar Péter irányítja a beszélgetést, miután elindította a hangrögzítést. A felvételt több helyen megvágták, és vannak részek, amelyek nem, vagy csak rosszul érthetőek. Mégis ki a f***om készít titokban hangfelvételt a feleségéről? Magyar Péter. Az a Magyar Péter, aki testileg és lelkileg is bántalmazta a feleségét, ezt
Ezt maga Varga Judit írta a közösségi oldalára, idézem, aztán levette a nadrágját, és az ővel együtt azt is hozzám vágta. Éreztem a csatot, ahogy a hátamat megüti. Aki terrorban tartja a családját, hangfelvételekkel zsarol, az maximum a bal oldalon lehet messiás. De a valóságban viszont nem messiás, hanem egy igazi f***eg. Magyar Péter hangfelvétele önmagában nem bizonyíték semmire, maximum egy bántalmazó kapcsolatra, egy sikertelen, narcisztikus személyiségre és a bal oldal végtelen pöcegödrére. Varga Juditnak és családtagjainak mielőbbi lelki felépülést kívánok. Szoktam magat abban a hitben ringatni, hogy én követem és jól értesült vagyok a magyar belpolitikai eseményeit illetően, de be kell, hogy valljam, ez az összeállítás még engem is meglepett a színvonal mélységeit illetően egy-két pillanatában. De hát lehet, hogy ezzel csak én vagyok így ennél az asztalnál, majd megmondják a többiek, hogy rájuk hogy hatott. Itt van Ruf Bálint, a Vétó műsorvezetője, politikai tanácsadó. Szervusz! Szia, Marci! Illetve Lakner Zoltán, politológus, jelen főszerkesztője. Szervusz! Jó estét, sziasztok! Kezdjük akkor azzal, hogy a kormányzati reakciókból, vagy a kormányzat körüli habzásokból, amiket itt láttunk ebben az összeállításban, ti hogy látjátok, ez alapvetően egy normál kihívás a kormányzat részére, amit mennyiségi alapon próbál kezelni, vagy vannak kifejezetten tartalmi kihívások is, amennyiben kell olyan típusú válaszokat is előállítaniuk, amelyektől lehet, hogy el vannak szokva, nevezetesen, hogy van-e ebben olyan politikai kihívás a kormányzat felé, amely nem meghaladható az alapretorikai készletükkel. Elsőként Zoltán. Tartalmi kihívás biztos, hogy van. Elsősorban az, hogy ez az ügy még mindig itt van. Magyar Péter még mindig itt van, és ebben a beszédében is igyekezett visszautalni az ügy elejére, a kegyelmi botrányra. Tehát február 2. óta hullámoznak itt az események. Erről beszélgettünk Bálinttal, hogy akár csak 2 hónappal ezelőtt nem gondoltuk, hogy egyáltalán bármiféle tétje lesz annak, ami felé megyünk, a választások felé. Ehhez képest egy elképesztő turbulencia zajlik, és láthatóan ezt nem tudja kontrollálni a kormány. Igazából azért az még az elég különös helyzeteket produkáló magyar politikai életben is azért szokatlan, hogy egy akkor hivatalban lévő miniszter a saját hangján egy másik hivatalban lévő miniszterről olyan dolgokat állít, vagy erősít meg, amelyek bűncselekmények. Szóval azért ezt nem lehet csak úgy levenni a napirendről, vagy úgy tenni, mint a semmi nem történt volna. És igen, itt erőből születtek bizonyos fajta válaszok, amelyekről, szóval lehet azt gondolni, hogy nem nekünk szólnak ezek a válaszok, vagy erről beszélgetünk a Bálinttal a napközben, szóval, hogy nem biztos, hogy engem kell meggyőzni, vagy a Partizán nyilván nagyon széles nézőközönségét kell meggyőzni. Én nem vagyok biztos abban, hogy a Facebookon elvesztett meccseket nem nyerje meg a megyei lapok szintjén a Fidesz. Szerintem ez sokkal nehezebb megítélni, de azért én azt feltételezem, hogy a Facebook meccseket is meg akarták nyerni. Ezen kívül pedig azok a legyártott válaszok, amelyeket itt lehetett ma látni, azért én azt gondolom, hogy nem a Rogán művek legerősebb napjaihoz tartoznak, ráadásul még szóval egy pár ellentmondás is becsúszott, bár azt hiszem, hogy ez kevés ember zavar rajtunk kívül. A kormányzati magyarázatokban szóval el kellene dönteni, hogy Varga Judit presszió alatt mondta ezeket a mondatokat, vagy ez egy megvágott felvétel, szóval most mondta, vagy nem mondta, vagy erre válaszolta, vagy sem, és azért akad még egy-két ilyen furcsa ellentmondás, vagy Gulyás Gergely szájába adtak, ugye mielőtt a videón ő megjelent volna, másfél hónap eltűnést követően, ugye ez a szöveg megjelent az ő Facebook oldalán posztként 3 felkiáltó jellel. Szóval tényleg én nem irodalomórán vagyunk, meg nem a fogalmazásainkat kell, hogy itt elemezzük, de én nem tudom, hogy ki emlékszik felkiáltó jeles mondatra Gulyás Gergelytől, tehát hogy még a személyre szabása sem sikerült ezeknek a mondatoknak, miközben azért már nek az volt a benyomás, hogy ezeknek a szövegeknek egy jelentős része meg kellett, hogy előre szülessen, és közben meg mégsem volt egészen hozzáigazítva a helyzethez. Egy szó mint 100, ez a dolog van, és még mindig van, és úgy látszik, hogy hömpölyök tovább, és ez önmagában szerintem témává teszi, és egy egészen, tehát sok szempontból egészen új helyzetet teremt a magyar nyilvánosságban. Nem tudom, hogy rendszerváltó helyzetet teremt-e majd egy napon, de minden esetre ez a dolog, ez itt van előttünk. Bálint. Szóval 53 napja tart ez a rendkívüli állapot. Ugye egy pénteki napon kezdődött a 444 cikkével a kegyelmi pedofil botrány, és ugye most már március vége van, és még mindig nem zárult le. Soha nem volt ilyen egybefüggő 53 nap, hogy a Fidesz nem volt képes visszavenni akár
hát maximum egy nap arra a politikai közbeszédnek az irányítását. Szerintem ez egy nagyon fontos helyzet, és ilyen szerintem, mondom még egyszer, nem voltak felkészülve. Tuti, hogy nem így képzelték el, ugye mi se így képzeltük el a márciusunkat, ők se így képzelték el, ők azt gondolták, hogy akkor fognak egy ilyen szuverenitás védelmi kampányt folytatni, mindenhol csak a Fidesz, és megyünk előre, és visszafoglaljuk, hogy nem tudom, elfoglaljuk, bevonulunk, nem is tudom, mi van a Brüsszelben, és ezt írta felül a kegyelmi botrány, és a kegyelmi botrányból nőtt ki ugye a Magyar Péter jelenség. Szerintem ez egy nagyon fontos ilyen folyamat. A másik az az, hogy ők mit akarnak csinálni, és amikor amiről utaltál, hogy kinek szól az ő tűzoltásuk. Ugye azért van ez a 2-2,5 milliónyi Fidesz szavazó, akit meg kell tartani, mert különben, hogy az alá megy, akkor baj van. Szerintem a Magyar Péter egyelőre karcolgatja a Fidesz szavazóit, szerintem karcolgatja, de azért nagy részben azért az ellenzéki szavazókat próbálja egységesíteni, meg leválasztani az ellenzéki pártokról. Ez a másik állítása. Most a harmadik pedig az, hogy szerintem próbálgatják, hogy mi az ellenszer, és én nagyon-nagyon nem lepődnék meg, ha az ellenszer a korábbi feleségnek a reaktiválása lenne. Tehát szerintem vagy ma, vagy holnap, most nem akarok egy jós lenni, de valahogy meg fogja jelenni a nyilvánosságban, nem csak mint Facebook aktor, hanem mint arc, és szerintem valamilyen módon el fogják vele mondatni kamerába, hogy akkor mondja el akkor az ő verzióját, hogy akkor ez hol lesz, hogy ez az Indexen lesz, a TV2 lesz, vagy az M1-en lesz, ezt szerintem majd, ezt meg majd kisakkozzák, de biztos, hogy lesz egy ilyen dolog. Mert nekik azt kell mondaniuk a saját szavazóiknak, amit itt próbálnak itt hangsúlyozni, hogy ez egy pszichopata, narcisztikus, nem tudom, megbántott, stb. És ezt le kell valamilyen módon nyomni arra az érzelmi részre, amiben, és ugye megint mi történik? A nők szoknyája mögé bújás. Nem tudjuk azt, hogy mi igaz az ő kettőjük kapcsolati dolgaikból, és nem is szeretnék ebben foglalkozni, mert mi nincsen elég tudásunk, és szerintem, hogyha valóban volt ilyen, akkor az egy borzasztó dolog, és akkor már megint olyan helyen vagyunk, ahol szerintem egyébként nem kéne lennünk, mert ez az ő kettőjük dolga, amit ők kiraktak a nagy nyilvánosságra, ami szerintem a saját gyerekeik, nem mindegy, most nem mennék bele, mert most próbálom elemezni a helyzetet, de hogyha politikailag kéne ezt valamilyen módon a Fidesznek rendbe raknia, akkor mondom még egyszer, a nők szoknyája mögé bújás lenne, amivel elmondaná meg azt, hogy maga mi történt vele, elmondaná az ő saját történetét, és ebből próbálnak meg levezetni, hogy a Magyar Péter mit csinál velük szembe, mert hogy mit csinál. Szerintem bizonyos szempontból emberi akadt a Fidesz, egyébként az ellenzék is, mert ez a csávót egyszerűen nem lehet valahogy most ebben az időszakban megállítani. Tehát ma, ha belegondoltok abba, hogy ma mit művelt Magyar Péter, akkor reggel 9-től kezdve, most már nem tudom hány óra van, 7:30-ig, a magyar nyilvánosság teljes egésze róla szól. És csinált mondott 4 beszédet. 4-5 különböző. 4 beszédet, produkált 20 000-es Facebook posztokat, TikTokot, Instagramot. És hát a legfontosabb, hogy kivitt, hát én nem tudom hány ezer ember, de nagyon sok ezer ember. Kivitt annyi néhány ember. Néhány órás mozgósítással. Így van, amire egyetlen egy magyar ellenzéki párt nem képes egyébként, hogy egy pár órán belül ennyi embert kivigyen. Hát itt együtt ültünk, amikor 1200 ember lézengett a Kossuth téren, vagy nem legyen akkor se. Na most, amit szerettem volna mondani ezzel, hogy ez az ember elindult, és láthatóan azt a képességet, ami egyébként nem egy olyan komoly képesség, csak elvünk tőle szokva, hogy például valaki tudjon mondjuk 20 percig beszélni újságíró kérdésekre, úgyhogy ő állja a sarat, erre jelen pillanatban Magyarországon egy ellenzéki vezető nem képes, nem azért, mert hatalmas nem teljesítmény, azért, mert valahogy nem képesek rá, és a Fidesznek pedig az a rossz hír, hogy az ember ráadatóan beleállt, amit mondhatok itt előző alkalommal, középre próbál menni, nem próbál ilyen szélsőséges dolgokat mondani, és ezt nagyon nehéz igazából most még egyelőre politikai választ adni erre. Tehát ebben szerintem ő, mondom még egyszer, emberkült álltak mind az ellenzék, és mind a Fidesz. Mozgósítás kapcsán szeretnék kérdezni benneteket, mert valóban szerintem a legfontosabb fegyvertény Magyar Péter képességét, illetve a politikai képzelőről való hatását tekintve az, hogy ténylegesen néhány óra alatt nagyon sok ezer ember kiment oda a Kossuth térre, hogy nem tudjuk azt pontosan megítélni, hogy hányan mentek ki. És sokszor szoktunk szerintem beszélni külön-külön is arról, különböző műsorokban már a Partizánban beszéltünk ilyesmiről, hogy milyen típusú megkülönböztetett politikai jelentőség van a focinak az Orbán rendszerben, és Orbán Viktor 11 percet tett ki egy fotót a Puskás stadionból, hajrá magyarok felszólítással, ugye ma Koszovóval játszik a válogatott. Tehát, hogy szerintetek lehetséges-e, hogy Orbán Viktor ebben a helyzetben azért is próbálja mutatni azt, hogy a tömeg az most alapvetően a stadionba koncentrálódik, mert ténylegesen kell valamilyen módon azt mutatni, hogy Magyar Péter mozgósítási képessége az relatív, ha összevetjük azzal összefüggésben, hogy egyébként hányan nézik ma a válogatott meccsét, és hogy Orbán azt próbálja mutatni, hogy ma a politikai esemény mégiscsak azt, hogy a válogatott meg fogja küzdeni a maga küzdelmét Koszovóval szemben.
egy barátságos mérkőzésen, de hogy ami az érdemi választ illeti. Tehát még egyszer, példanélküli az, hogy valaki két hónapja, kicsit több mint két hónapja még FB-tagként felvegyen a Fideszből fizetést, és két hónappal később az ellenzék, hát most ez nagy szavak, ez vezetőjeként, vagy egyik vezetőjeként pozícionálja magát. Vezető vagy kihívója? Hát a kettő, szerintem egy idő után egy lesz. Tehát, hogy, de most kihívója, és aztán mehet, hogy mire lesz majd elég. De még egyszer, tehát minden, amit ez az ember kapott, ezt a magyar médiának köszönheti. Saját maga építette fel ezt. Ez az ön média, angolul most magyarul azt jelenti, hogy magának harcolt, szerzett, ki megszerezte. Amiről beszéltek korábban, hogy le fog erről a csecsről szakadni, szerintem le fog, meg fogja csinálni a saját maga dolgát, igazából már ebbe is megy, de így megy előre. Ez bárkinek a rendelkezésére állt volna az elmúlt 14 éve, senki nem tudta kihasználni, ez egy másik kérdés. Ilyen hangfelvétele nem mindenkinek állt a rendelkezésére. De nem is volt a hangfelvétel eddig, ugye, publikálva. Ahogy ideig eljutott, az is egy nagy dolog volt, hogy magát felspinnelt egy olyan állapot, bocsánat a kifejezésért, tehát felpörgette abba az állapotba, hogy egyáltalán bármi, amit mond, az releváns, hozott egy releváns dolgot, és erről beszéljünk, mert ugye az egy, elszoktunk tőle, mi is, mindannyian, hogy milyen egy, mondjuk egy demokráciában, vagy egy valódi jogállamban, én most nem hogy a Pol Péter csak félig lehet irányítani, hanem valóságban. Nincs olyan ország a világon, ahol ami jogállamnak tekinti magát, amiben ez a hangfelvétel kirobbanása után hát minimum komoly kormányválság, de inkább kormánylemonás lenne. Mi azon gondolkodunk, hogy hát, és vajon ki fog vajon a végén ebből távozni. De a valóság a normalitás, amit teljesen elszoktunk, valaki még sose élt ebbe a normalitásba. Ugye 14 éve emberek nőttek fel, akik nem is tudják, hogy bizony normalitás. Abban ez egy nagyon komoly fegyvertény lenne. És amikor reggel beszéltünk egymással a különböző emberek, hogy ti mit gondoltok erről a felvételről, ugye már senkit nem lep meg, hogy ilyen van a Fidesz, vagy valaki tényleg lemegy a ügyészségbe és belenyúlhatokba, de könyörgöm, a valóságban, a normalitásban ez nagyon súlyos bűncselekmény, de tökéletesen elszoktunk. És ő ezt valahogy kicsit így visszahozta ezt, nyilván, mik a módszerei, ezeket most nem akarom, hiszen én nem vagyok egy morális ítélőszék, de hogy az, hogy ez valami történik, hogy valami megmozdul, azt hiszem egy komoly dolog. És az, hogy ennyi ember kiment, az nem, hogy mondjam, ez az ő szexepije is, de azért a másik, amit mi ide szintén sokszor beszéltünk itt a műsorban, hogy olyan szinten akarnak az emberek hinni valakibe, olyan szinten szeretnének, hogy valamit kimutasson nekik valami alternatívát, akiért ki lehet menni egy tüntetésre, akiben politikai dolgokat mond neki, ezt próbálja ő becsatornázni, ezt az egyetlen tömeget, hogy ez mekkora, nem tudom, ebben nagyon fontos lenne látni, valóban látni, és tényleg most már lassan lehetne már igazából mérni is az első valódi mérést, hogy mit jelent az, hogy az ő pártja, hogy egyelőre még nincsen, de majd lenne, mennyit tud beleharapni az ellenzékbe, meg a Fideszbe. Én valahogy most azt mondanám, de ezt most hasonlítésszerűen mondom, de inkább csak fék hasonlítésszerűen, hogy valahogy 10 és 20% között mozog ez a támogatottság jelen pillanatban, hogy ez mit ér az LP választáson, az meg meglátjuk. Ja, én nem vagyok ilyen bátor, mint a Bálint, hogy százalékot mondják. Én bátor vagyok. De akkor a Orbán Viktorhoz visszacsatolva, és akkor onnan kibontva egy hasonló hosszú válasz. Szóval először is, ugye, az egy szerintem érthető és bizonyos értelemben tankönyvi reakció, hogy csináljunk úgy, mintha a hétköznapok zajlanának. Hát a kegyelmi botrány első napjaiban is Novák Katalin, nem tudom, süti-sütős videókat tett föl, tehát mintha világban semmi nem történt volna, ezzel is megpróbálkoznak, tehát tagadják ennek a politikai turbulenciának a létét, és egyébként azt szerintem valóban nehéz lenne megtippelni, óriási számokat látunk a nézettségekben, mindannyian tapasztaljuk ezt, hogy hatalmas az érdeklődés, de valójában, hogy mekkora az a része a társadalomnak, amely olyan módon követi ezt, ahogyan mondjuk mi követjük, óráról órára, percről percre, ezt persze nem tudjuk. De ez a dolog van, az biztos, hogy sokkal nagyobb érdeklődést kiváltó politikai eseménysornak vagyunk a tanúi, mint az elmúlt két évben, bármikor. Igen. Akár összeadva. Én ezt szoktam is ezt mondani, szerintem két hónapja megint van magyar belpolitika. Ide járunk állandóan különböző elemzésekre, miközben hát azért ilyesfajta helyzetek nem nagyon álltak elő 2022 áprilisa óta. Van egy tapasztalatunk arról, hogy ilyen önjelölt vagy kényszerszülte politikai vezetők, azok megjelennek a politikai szintéren. Szerintem másik oldalról jött emberek is érkeztek már, hát azért, nem tudom, Vona Gábor is egy másik oldalról jött, vagy nem tudom, Pálinkás József, meg Ángyá József is egy másik oldalról jött, és beérkeztek egy politikai táborba. Ez sem újdonság, az ellenzék ellenesség sem egy újdonság, lásd 2021-es előválasztás. Ehhez
Ehhez néhány olyan adalék érkezett meg, ami eddig nem létezett. Hát az egyik ez a hangfelvétel dolog, szóval ilyen sem volt még, akárhogy is nézzük, még egyszer mondom, tehát, hogy egyik miniszter a másikról azt mondja, hogy bűncselekményt követett el, ez egy valami. A másik, hogy itt van egy politikai kockázatvállalás, amit mondtál, hogy egy órakor előttünk is, a Péter is beszéltek erről, egy órakor meghirdeti a demonstrációt, és 6 órakor, ott azért értelmezhető mennyiségű igen. ember van. Valamilyen előkészítettséget, hogy itt legyen hangosítás, ez nyilván igényel, de bizonyos értelemben ez egy vabank volt, hogy most vagy lesznek ott, vagy nem lesznek ott emberek, és hogy a tétek emelése zajlik szerint. Én azt gondolom erről, hogy ez is bizonyos értelemben az ő hitelességét, elfogadottságát növeli az ő követői körében, mert azt látják, hogy megmeri csinálni, és megmeri ezt ugrani. Igen. És egyik akció jön a másik után, mert hogy ez a következő dolog, hogy itt a politikai akciók egymásra épülnek, tehát nem csak hangfelvétel van, meg nem csak egy tüntetés van, hanem van még egy tüntetés, a kettő között van összefüggés, a beszédben van visszakapcsolás az ügy eredeti forrásához, és akkor ehhez jön még az, hogy hát itt van egy politikai környezet, amiben belépett, hogy itt van egy egyébként szerintem abszolút racionális választói apátia, amiben azért nem az történt, hogy az emberek olyan értelemben megutálták a politikát, hogy ők most soha a büdös életben ezzel foglalkozni nem akarnak, hanem hogy hát egy ilyen passzív, elkeseredett várakozás hangulata alakult ki, és ezzel kapcsolatosan egy nem miatta, hanem ugye a bizonyos bicskei kegyelmi ügy miatt volt egy felpörgő érdeklődés, egy erkölcsi közfelháborodás, aminek szólt a ti általatok szervezett tüntetés is, és valaki úgy lépett be ebbe a politikai térbe, hogy ő viszont nem azt mondja, hogy ő nem akar ebből politikát csinálni, hogy ő ezt csak a meghatározott szakkérdésekre akarja irányítani a figyelmet, hanem azzal, hogy de, politikát akar csinálni. És igazából bizonyos értelemben más jelentkező nem is nagyon volt, úgy látom, erre a szerepre, legalábbis azok az ellenzéki pártok, amelyek kísérleteztek, azokra a nem volt, vagy csak közepesen volt kíváncsi a közvélemény, másrészt hát ők maguk bizonyos értelemben kicsorbították a tiltakozást, tehát a közvetlen elnökválasztás javaslata és az ezért gyűjtött aláírásgyűjtés. Élt egy hétig kb. Igen. Én nem gondolom, hogy egy olyan válasz volt, amit ezzel kapcsolatban, hangsúlyozom, egy erkölcsi közfelháborodás hangulatában hallani akartak a választópolgárok, és mindaz, amit így elmondtam, és talán ez is fontos, hogy ez így egyben elhangzott, hogy hát ez így csomagban legalábbis egy ilyen élesedő körvonalait jelentik egy politikai ajánlatnak, szóval hogy nem lehet csak demonstrációt csinálni, meg csak igen. zöld dossziét mutatni, szóval hogy ezek így együtt vannak, és ebből kerekedhet ki valami, hát amit politikának, politikai ajánlatnak, politizálásnak tekintünk. A Bálint megkerült a kérdés, mert azért nálad megpróbálkozom még egy kérdésben. Tehát azt a mozgósítási sikert, amit Magyar Péter fölmutatott, relativizálhatja, vagy adott esetben tompíthatja az, amivel Orbán Viktor próbálkozik most meg, nevezetesen, hogy a híres, neves, úgynevezett csendes többség ma a válogatott meccsén szurkol, nem pedig a Kossuth téren és a Virtanúk terén elégedetlenkedik és fejezi ki nem tetszését a nem tudom én, kormányzattal szemben. Szóval szerintetek ez egy működőképes stratégia lehet ebben a pillanatban, vagy ebbe feleslegesebb ezen a ponton még ennyit belelátni? Én is ennyit ezzel próbálkoznék, de én azért fölhívnám a figyelmet egy másik szerintem fontos részletre, hogy itt Magyar Péter a nemzeti zászlóval a vállán vonult át egyik helyszínről a másikra, és szerintem alapvető fontosságú az, hogy akár foci meccsről, akár tüntetésről van szó, miközben itt nekem aztán különösen a baloldali világban, meg a nem tudom, a liberális világot is két-három lépésről látva egy ilyen 15-20 éve egyik lábáról a másikra állás kérdése az, hogy úristen, ki szabad-e mondani azt a szót, hogy nemzet? Hát ő ebből nem csinál problémát, és úgy tűnik, hogy az a fajta populizmus, mert ő azt kínál, az a fajta populizmus, ami azért nagyon más, mint az Orbán, nyilvánvalóan, ez igenis a nemzeti érzelmeket tudatosan használja, és szerintem ilyen értelemben van talán egy versengés. Igen, Orbán Viktor azt mondja, hogy ezek a hétköznapok, és a magyar emberek most drukkolnak a foci válogatottnak, el tudom képzelni, hogy többen nézik a foci válogatott meccsét, nem tudom, vagy bizonyos választói csoportokban talán ez a pontosabb, többen nézik a foci válogatott meccsét, mint ahányan értesülnek arról, hogy ma tényleg mi történik, de itt van egy elszánt törekvés arra, hogy a
nemzet fogalmának ezt a kisajátítását, ami ma fönnáll, elég régóta fönnáll, hát ezt megpróbálja megtörni. Ha ebben minimális sikert ér el egy ilyen kezdeményezés, akkor ott szerintem egy elég komoly politikai tér kinyílik. Győrben jártunk a hétvégén, szombaton, és ott úgy fogalmaztál, hogy Magyar Péter tanult Márki-Zay Péter hibáiból. Szerinted pontosan miben tetten érhető ez a tanulási folyamat? És mi inkább azt kérdezem, és itt kitágítom a kérdést, vagy átfordítom a kérdést Zoltán felé is, hogy szerintetek elégségesen június 9-ig egy one-man show-t tolnia, vagy elkerülhetetlen, hogy már ebben az időszakban is valamilyen módon mozgalomépítésben, politikai szervezetépítésben is mutasson fel eredményeket? Szóval Márki-Zay Péter szerintem teljesen fejtette azt, hogy ő miért nyert. Ő azért nyert, mert az a fajta ellenzéki apátia, vagy az ellenzéknek a leváltási érzete azt mondta a sok választó polgárral, hogy ami van kínálat, azt nekem nem kell, kell valami más, akiben tudok hinni, aki kellően elszánt, kicsit másképp beszél, és van mögötte valamilyen fajta elképzelt teljesítmény. Ezért nyert. Azért nyert, meg tudta szólítani a 20 éves fiatalokat, akik aztán sorbáltak és esőben szavaztak rá csomó város főterén. És ahelyett, hogy ezeket az embereket megfogta volna, megköszönte volna, egyesítette volna, ehelyett az volt az egyetlen egy vágya, hogy hétfő reggel egy sámin odaüljön a nagyok asztalához, és arról kezdenek el beszélgetni, hogy hány 7., 8., 20. frakció legyen, és kinek milyen szakpolitikai javaslatai vannak. Ahelyett, hogy elment volna kampányolni, Gyurcsány Ferenccel, Molnár Zsolttal, Ungár Péterrel beszélgetett arról, hogy akkor neki mi lesz a jövője. És ezzel a dolog lényegében, ahelyett, hogy a politikával foglalkozott volna, ahelyett, hogy a szavazóival foglalkozott volna. Ez definitív stratégiai hibának tartod, ugye? Mert ezt mindig el szoktad mondani. Hát ez, bocsánat. Hát ezen múlott az gondolat. Olyan szintű momentuma volt Márki-Zay Péternek, ami addig kb. Senkinek nem volt, és ez két hét alatt kb. Nullázta. De ez ehhez kötöd a stratégiai ehhez hibához. Azt mondom, hogy hétfőn nem elment kampányolni, hanem bement Molnár Zsolttal beszélgetni. Ezt gondolom. És onnantól kezdve, amikor bement vele, akkor az első percben ezek az emberek ránéztek, azt hitték, hogy most itt van az Armageddon és a végük, és azt mondta, hogy ja, fiatal srácok, én szeretnék 7. frakciót, abban a pillanatban megnyugodtak, ja, hát akkor ki fogunk téged focizni. És Magyar Péter nem ezt csinálja, egyrészt nem azért, mert tanult a hibájából, kettő azért, mert nem is ezt akarja csinálni, nem akar a meglévő ellenzéki pártoknak a nem tudom embereivel beszélgetni a 7. vagy a 10. frakcióról, hanem láthatóan szeretni őket megsemmisíteni. És hogyha valaki ezt nem fogja fel, hogy hogy a Magyar Péter mit csinál most, hosszú távon az történik, amit beszéltetek itt az előző alkalommal, hogyha ő sikerrel jár, 75 nap van hátra a választásig, ha ilyen tempóban nyomja, és még van valami kis bombája, meg fenntartja ezt a média figyelmet, vagy csak egy kicsit csökkenti, ez egy sima LP szereplésnek, hogy mekkora, most nem ezt nem akarok ebben igazából jósatokat mondani, én 10 és 20% közé teszem most, de hát most ez a dolog változhat, de miközben ezt csinálja, mi történt? Az MSZP, a DK és a P pániküzemmódba lépett, és a hírek szerint megállapodtak egymással, hogy végig csak közös listán indulnak. A kutyapár szerintem nem figyel, hogy mi történik, mert de ők egy másba dologban vannak mindig is. A Momentum szerintem már lassanként ne vegyen már hosszú tartós helyet szerintem Brüsszelbe, mert ez a szavazóbázis, akihez a Magyar Péter beszél, az övé, 1-1. És ugye ezek az embereknek kinek volt 14 éve, kinek volt 5 éve, kinek volt 3 éve, képtelen volt felfogni, hogy miben vannak, és amit mondott az Oli, mondtál te is, hogy az volt a válasza egy morális kérdésre, hogy legyen közvetlen elnök választás. Egy morális, érzelmi kérdésre, egy olyan kérdés, mint tényleg az 1%-a is élt a magyar társadalom, hogy mi az, hogy közvetlen vagy közvetett választás. És ő ezekből tanult, és láthatóan nem érdekli a balliberális véleményformáló elit, láthatóan nem érdekli. Ez szerintem az ő abból is adódik, mert hogy eddig ugye a másik oldalon volt, és neki ez nem egy, hogy mondjam, referencia közege, ami ebben a harcban neki segít. De nem akar megfelelni a különböző kommentelőknek, meg véleményezőknek. De valamelyest mégis, mert azért vitatkozik értett Szegnédi Zoltánnal, Hont Andrással, az sokszor véleményes egyébként a Trump, annak a stílusa, és ugyanúgy leáll egyébként a megafonosokkal vitatkozni, mint Márki-Zay Péter, akinél ezt egyébként sokan taktikai, stratégiai hibaként azonosították. Okay. Nála miért nem az? Egyrészt ugye, ahogy a Márki-Zay Péter csinálta, az egy sajnos egy ilyen tragikomédia volt. Ahogy ő csinálja, aznak a trumpizmus. Két különböző dolog. Ő mint egy ilyen úthenger megy. Dezső Andrást azért mégiscsak, hogy a végén az ő saját politikai érdekeit nézzük, akkor neki az volt az érdeke, hogy ezt az ügyet, amivel őt meg lehetett volna valamilyen szinten sebezni, hogy a felesége mondaná valamit, és ez egy egyébként független újságban jön ki ez a cikk, ezt a cikket ő megölte.
Tehát megölte. Nem az történt, hogy azt, és aztán kijött valami másik módon, de ez már senki sem érdekelt. Egy trumpizmusból ledarálta. Én a trumpizmust leírásként mondom, nem értékítéletként, hanem azt gondolom, hogy ő így működik. Egyszerűen megy előre, mint egy úthenger, nincsenek tabuk nála, még egyszer a balliberális világba, és amiben például a Momentum, amikor lett volna lehetősége annak, hogy ezt kicsit megcsinálja kicsibe, neki voltak tabuk, neki a referencia közege a rózsadombi liberális értelmiség volt, és neki a referencia közege a rózsadombi keresztény középosztály, ugye teljesen más, hát vagy nem, sok mindenben más, és ezért tudja ezt megtenni. És Márki-Zay Péter pedig, ami nagyon fura, hogy egyébként ő a Fideszből, vagy a Fidesz szimpatizásként jött, Márki-Zay Péter, de ő nem volt a Fidesznek a magjába, hanem most Magyar Péter, még egyszer mondom, a budai keresztény középosztályból, ő a Fidesz magjából jön. És nem akar Gyurcsány Ferencsel egy asztalnál ülni, és Molnár Zsoltal arról beszélgetni, hogy kinek lesz még egy plusz kutatása, hanem egyszerűen szeretne előre menni, és láthatóan azt látja, amiről beszélgetünk egyébként Győrbe, amit mondott a Zoli is, hogy van egy olyan potenciális megszólítható tábor, akinek nincs politikai vezetője, pedig nagyon szeretné, hogy legyen politikai vezetője. Szóval Zoltán, tanult-e szerinted Magyar Péter, Márki-Zay Péter hibáiból? Kérdezem ezt azért is, mert úgy utaltál az előbb rá, hogy populista politikát követ. Igazából miben tettné életet ez a populizmusa, vagy miben tér el Márki-Zay Péter populizmusától? Hát nem tudom, hogy Márki-Zay Péterhez érdemes-e hasonlítani, hogy miért nevezem ezt populizmusnak, elitellenesség. Méghozzá az egész elit, minden elit csoport, nem 20, hanem 30 év, aki szavazott már 2010-ben emlékezhet arra, hogy akkor a Jobbik és az LMP az elmúlt 20 évvel kampányolt, vicces módon a Fidesz is egyébként, ugye a Jobbik 20 évért 20 évet ígért a plakáton, most a 30 év kritikája hangzik el. Nemzeti érzelmek, nép felé fordulás, tehát hogy közösen fogjuk ezt csinálni, tehát nem képviseleti kormányzást ígér, hanem egy ilyen a néppel együtt történő új politikai mozgalomnak a kidolgozását, miközben ugye ő egy magányos hős, egy ilyen, és ez is hozzátartozik ehhez a populizmushoz, hogy ez egy népmesei alak, ugye a Ludas Matyi, vagy a bibliai tékozló fiú, aki itt megjelenik, hát ezek hogy mondjam, tehát ezek a populizmusnak a kellékei. A populizmus nem feltétlenül kirekesztő, nem feltétlenül tekintélyelvű, hát ezek olyan elemei a populizmusnak, amelyek szerintem itt tetten érhetők, és akkor itt térnék rá arra, amit a szervezettel kapcsolatban kérdeztél, illetve még reagálnék a trumpizmusra is, meg mondanék majd esetleg egy harmadik dolgot. A trumpizmus az azért egy fontos dolog, amit fölvet a Bálint, mert az kapcsolódik ahhoz, amiről itt a Bitatonival és Magyari Péterrel beszélgettetek, hogy hogyan alakulhat át a sajtó szerepe. Hát én azt gondolom, hogy hát ennek vagyunk a tanulja, a 2020-as években élünk, tehát ha egy politikusnak intenzív jelenléte van a közösségi médiában, ahol ő egyenként meg tudja szólítani a választópolgárokat, ugye a szerkesztőségek és a szerkesztők, mint kapuőrök nélkül, akkor az ő számára egy olyan lehetőséget kínál, amit az okvetetlenkedő újságírók nem kínálnak az ő számukra, és ha ez még az is hozzájön, hogy diszkreditálja a lehetséges negatív elemzéseket, kérdéseket, véleményeket azzal, hogy azt mondja, hogy hát minden szerkesztőségben ott ülnek arrogán emberei, akkor most innentől kezdve ki sem kell mondani, már aki reagál, aki kommentel, aki követi őt, már tudni fogja, hogyha valami negatív megjelenik, az ő általuk rajongott politikusok, annak biztos az a magyarázata, hogy ott a, nem tudom, Rogánék bekapcsolták. Ez egy totálisan megelőző támadás volt, akkor azt gondolta az ő részéről. Szerintem ez abszolút az. És akkor a szervezet. Ami hogy mondjam, tehát azért egy valamilyen biztos, hogy ő, és majd sokat fogunk vitatkozni, nem tudom, 10 év múlva, hogy ennek mi a történelmi hatás, egy valamilyen biztos, hogy a nyilvánosság kontrolljában. Hát ő utána, hát mi is ő utána megyünk, az élünk itt. A szervezetet illetően. Végül is az EP választás az a választás Magyarországon, ahova a legkönnyebb belépni. Hát összegyűjteni 20 ezer aláírás, nem egy nagy kaland, őszintén szólva. Jó, igen, van akinek az, van akinek nem, de ide a legkönnyebb belépni ebbe a versenybe, és igazából én azt gondolom, hogy ebből a hype-ból, aminek én nem, még egyszer mondom, én nem tudom lemérni a pontos
beágyazódását a magyar társadalomba, ebből a hájból azért kijön 20 ezer aláírás. Szóval én azt gondolom, hogy ezt meg lehet csinálni, illetve még azt is hozzátenném, hogy Közép-Európában, tehát ha csak Közép-Európát nézzük, Közép-Kelet-Európát, egyáltalán nem szokatlanok az ilyen egyszemélyes pártok, tehát János Palikot, meg Kukiz, meg a bolgároknál minden második választáson jön egy popénekes, vagy egy volt cár, aki pártot alapít, és meg is nyeri a választást, szóval, hogy ezek nem annyira szokatlan dolgok, és ezek az egyszemélyes pártok, ugye az Andrej Babis pártja is egy egyszemélyes párt volt, és aztán az például meggyökeresedett, intézményesült, a Kukiznak a párt is valamennyire megvan, hogy beépült a PISZ-be. Szóval, hogy ezek nem teljesen képtelen dolgok, szerintem ez tipikusan az, amit az idő eldönt, hát hogyha valamekkora részét ki tudja hasítani a ellenzéki kormánypárti szavazótáboroknak, akkor politikai tényezőként ott lesz, számolni kell vele. Ugye az EP választás 2019-ben avatta az ellenzék vezető pártjával a DK-t és a Momentumot, egy teljesen új politikai helyzetet teremtett. És a harmadik dolog, és igazából ez az, amiben én azt hiszem, hogy a legtöbbet igyekszem tanulni, vagy azt mondom, hogy tanulok, igyekszem tanulni az elmúlt hetekben, hogy hát hogyan lehet nagyon hatásosan az érzelmeket használni, ez most hülye hangzik, eddig is tudtam, hogy az érzelmek fontosak a politikában, csak hogy milyen furcsa az, hogy miközben mi itt racionális elemzéseket akarunk adni, a politikai teljesen más zónában zajlik, igen. És mi azt igyekszünk követni, racionálisan érvelve, megfigyelve, elemezve, hogy mi is zajlik itt, és például engem elemzőként borzasztóan zavarnak az ellentmondások. Engem kifejezetten idegesítenek, és azt gondolom, hogy nekem a szakmai, nem tudom, tehát a munkaköri leírásom van. Ezeket redukált. Hogy ezeket vadásszam, hogy hol van. És az a helyzet, hogy szerintem itt olyan ellentmondások vannak Magyar Péter megszólásaiban, amelyek kifejezetten találkoznak a választói érzelmekkel. Ugye azt mondja az EU-ról, hogy mi NATO-ról, hogy mi oda tartozunk, nyugatias ország vagyunk, na de azért Brüsszelben kettős mérce van, idősebbek ismerhetik a nyomják Rahácsot, poént, régi kabaré tréfából, szóval hogy azért minket persze mindig bántanak, szerintem erre a sérelmi politikára és ennek az ebben való gondolkodásra való hajlam nagyon mélyen gyökerezik a magyar állampolgárok, a magyar társadalom érzelmeivel, és akkor azt mondja, hogy ez egyszerre van, nyugatiasak is vagyunk, meg bántanak is minket. Ez egész ellenzék ellenesség probléma. Szóval ez egyik legkülönösebb dolog egyébként, mert sok olyan szereplőt bírál, akit az ellenzékben azért nem szeretnek, mert ellenzék ellenes, de hát közben a Magyar Péter egész ajánlata arról szól, hogy ezt az ellenzéket le kell váltani. Ez is egyszerre van. Ezek az érzelmek is egyszerre kínálkoznak, és szerintem bizonyos értelemben egyszerre van az is, hogy nagyon radikálisan beszél, hát neki megy konkrét minisztereknek, hangfelvételt tesz közzé, ezek egyébként valódi kockázatok, nem olyan nagy öröm ügyészségre se járni, szóval azért ezt mondom mindenkinek, de közben egyébként a politikai ajánlata, ez most furcsa lesz talán, vagy nem tudom, hogy furcsa, valójában annyiból nem radikális, hogy azt mondja, hogy választáson lehet győzni, eddig hülyén csinálták, én most jól fogom csinálni, rám kell szavazni, és akkor ez meg lesz. És amikor azt mondja, hogy ő nem is volt annyi, ugye március 15-én több interjút adott a demonstrációt követően, talán a HVG-nek adott interjúban szerepelt az, ez is volt a címe, hogy ő nem is volt annyira benne a NER-ben, hiszen ő az 50-100 ezer kormánytisztviselőnek volt az egyike. Ezt állapos elmondta. Igen, bocsánat, igen, valóban, még korábban. Hát azért ez arról is szól, hogy itt nem egy olyan váltás lesz majd, ha majd egyszer váltás lesz, ahol hát most tabula ráza. Hogy tabula ráza, vagy legalábbis, mint nem tudom, Desmond Tutu érsek Dél-Afrikában majd ilyen... Békesókat. Hát igen, tehát ott sem a konkrét jogi számonkérés, hanem ilyen nagy nemzeti kibeszélésnek kellett volna zajlani, hanem hogy hát aki csinálta a dolgát, az csinálta a dolgát, a NAV inspektortól kezdve az állami számvevőszék ifjú törökjeink keresztül, hát mindenki csak végezte a dolgát, nincs itt semmi látnivaló, és megint csak azt kell gondolnom erről, hogy valószínűleg ez találkozik a magyar társadalom igen széles rétegeinek az elvárásával, abszolút. Hogy persze legyen valami váltás, tűnjenek el a tolvajok, de egyébként volt a kép, ez azt jelenti, hogy 3-4 tucat ember esetleg kerüljön börtönbe, vagy húzzon el, de a mi életünk az úgy folytatódjon, hogy még esetleg föltenni se kelljen magunknak
kellemetlen morális kérdések. Azon átadom a szót, csak bocs, egy értelmező kérdés. Azt mondod, hogy nagyon jól fogja a nyilvánosságot, és nagyon jól kezeli a nyilvánosságot. Azt is mondod ezzel, hogy gyakorlatilag, ha nem is képes szervezetet építeni, ez önmagában akkor a képesség, hogy június 9-ig bőségesen elégséges ahhoz, hogy a maximumot kihozza szavazatszámban az LP választásban. Hát nézd, most ugye meghirdetett egy demonstrációt, most éppen április 6-áig látunk el, ez mondjuk az itt, azt hiszem február 11-én adott neked interjút, tehát február 11-től most már jutottunk április 6-ig, onnan már csak két hónap a június 9-i választás, és így haladunk napról napra, lépésről lépésre, tehát én nem tudom, lehet, hogy hatalmas szervezet is fölépül addig, én ezt nem tudom, de mindesetre ezekkel az eszközökkel láthatóan, hát most már azért így akkor közel két hónapot át lehetett hidalni. Bocsánat, csak nem bírom ki. Egy dolgot csak, hogy a hosszú távra, tehát pont ez, amit mondasz, hogy nagyon tud találkozni ez a gondolat a magyar társadalomnak az ilyen békére vágyásával, ugye ebből lesz 30 évente aztán a NER. Tehát, hogy ugye a rendszerváltásnak ezek a kis apró kompromisszumai, ezek ugye pont ebből lett ugye a 20 évre rá az Orbán rendszer. De ez egy fontos, és fontos is abban a szempontból, hogy valójában, hogyha nem lenne ez a messiás várás, meg ez a szerepapítő betölt, látnák... Bocsánat, ehhez ugye kell a társadalom, szóval, hogy ezt nem lehet egyetlen emberen hogy ne, de az emberek látnák azt, hogy az ő dolgai hova vezetnek, akár leírva, és nem látnak a fejét, csak azt, hogy mit kínál ő, amit most elmondtál, rögtön más lenne a választói percepció, csak ugye a politika nem így működik, hanem ugye ezt az embert látják, akinek van egy valami fajta gondolata a világról. Most ez még egy dolog, amit szintén Győrben beszélgettünk, ugye amit ő mond, amit itt is mondott, meg több helyen mond, hogy ő szeretne egy harmadik erőként lenni, aki majd koalíció kényszerre helyezi a Fideszt, ugye azt tudjuk, hogy a magyar választási rendszerben ilyen ló nincsen, tehát hogy amit ő itt leírt, az nem létezik, tehát hogy a magyar választási rendszer arra van kitalálva, nem véletlenül, hogy egy nagy tömböt, ha lenne egy másik nagy tömb, akkor le tudna váltani, ha egy nagy tömbbel szemben van két közepes tömb, akkor mindig a nagy tömb fog győzelemeskedni. De szerintem ezt ő is pontosan tudja, csak ugye ezt nem lehet így elmondani, mert akkor... A Fidesz 40% alá esik. Igen, de egyébként ez még ez így nem látszik. És még egyszer, amit mondtál, az európai parlamenti választáshoz való elindulás. Szerintem ez az idő még ehhez elég, persze ez bármikor kipukkanthat, és lehet, hogy egészből semmivé válik, de ide nem kell olyan hatalmas nagy energiai szervezet, az a következő lépés, hogy valaki, és ugye ez is még egyszer, hogy a Momentum történetéből léptek valamit, lehet egy nagy siker, vagy egy relatív siker, és azt nem sikerült már meglépni, hogy legyen 106 értelmezhető jelöltje valakinek, aki valójában értelmezhető, nem az, hogy vadász van, hanem 106 jelöltje, az egy nagyon nagy következő lépés a pártá válás. Egyelőre ezt nem látjuk, és az, hogy azt meg tudja majd ugrani, az természetesen egy másik kérdés. Mindenesetre az, hogy ő egyetlen el tudta így ezt a magyar közvéleményt, főleg az ellenzék közvéleményt ilyen szinten 3-4 hete teljes mértékben varázsolni és uralni, szerintem az egy komoly politikai teljesítmény. Beszéljünk egy kicsit a Fideszről, mert hogy valóban azt te is mondtad pont Győrben, hogy a Fidesz nehezen reagál a váratlan helyzetekre, pontosabban Orbán Viktor nehezen reagál a váratlan helyzetekre, de közben meg azt mindig el szoktátok ti is mondani szerintem különböző műsorokban, hogy van egyfajta tanulási, adaptációs készség a Fideszben, hogyha lassan is, de azért képes kialakítani az adekvát reakcióit arra, hogy hogyan kell egy ilyen kihívást, ami addig nem érte az ő hatalmi gépezetét, kezelni, és aztán pedig megvan benne az a típusú multiplikációs készség, hogy azt ezer csatornán keresztül terítse utána a nyilvánosságban. Most még valóban a zavar jelei mutatkoznak, tehát amikor Simor Dániel, a Telex újságírója kapja el a bizottsági meghallgatásra érkező fideszeseket, és hát láthatóan a lufi vicc kategórián keresztül próbálnak egy-két mondatot mondani arról, hogy mégis mit gondol a kormány erről az egész helyzetről, amit Magyar Péter szivárogtatása előállított. Szóval jelenleg valóban a zavar pillanatai láthatóak. De szerintetek ez meddig tarthat ki, és képes lehet-e a Fidesz ezen keresztül akár a személy, akár a strukturális megújulásra is? Ugye pont a Kegyelmügynek volt egy olyan olvasata, hogy ez váratlan érte őket abban az értelemben, hogy ellustult a rendszer, láthatóan meg is fáradtak ebben. Lehetséges-e az, hogy most Magyar Péter gyakorlatilag egy olyan sokkal elhelyezte a kormányzatot, hogy képes lesz akár még a uniós választásokig megrázni magát és megújulni? Igen, szerintem lehet, de egy fontos dologról nem beszéltünk, hogy magát az egész szituáció, hogy az egyszemélyes párt, amit mondtál, Zoli, csak azért akarom, hogy ez fontos. A Fidesz is egyszemélyes pártá vált, és az egész Vargyújdít jelenség, és az egész kegyelmi botrány, egyébként Magyar Péterrel, Gulyás Gergellyel együtt, az igazából Orbán Viktor hibája. Azért, mert őket, ezeket az egyébként tehetséges, féltehetséges embereket
nagyon gyors pályára emelve beemelte a magyar közgazdaságnak a legtetejére Novák Katalin, Varga Judit, Gulyás Gergely, Kocsis Máté, és meg tudnám sorolni, akik mind Orbán Viktornak a különböző ilyen machinációjából kiválasztott valakik, akiket a régi fideszeseket háttérbe szorítva emelt nagyon gyorsan kormányzati pozícióba. És most ez az embereknek a hát, hogy mondjam, furcsa összjátéka és hibái és családi problémái okozzák ezt a válságot. Ez egy csapat lényegében abban a szempontból, hogy nem az ős Fideszből jönnek, nincsen igazából párkötődésük, nem valamilyen vidéki veszélyzetből léptek elő, hanem a 2018-os kormányzásban lettek beemelve, mint fontos szereplők más fideszeseknek a helyére. És Rogán Antal ebben a szempontból más, ő egy régi ember ebbe a kérdésbe, de az látszik, hogy valahogy én így képzelem el a brezsnyevi kommunikációt, hogy valamikor, amikor ránéz ezekre a videókra, ugye egy ideig az ember, amikor nézi a megafont, akkor azt gondolja, hogy jaj, hát igen, ez valaki beveszi, valaki nem, néha ügyesek, néha nem, néha lemennek arra az elképesztő, tényleg 30-es évekbeli legdurvább propagandának a szintjére, de most az ember rájuk néz, és akkor, hogy úristen, ez mennyire erőtlen, mennyire most még nem kapják el ezt, ott nincsen, tehát hogy nagyon nehéz abban a helyzetben lenni, hogy van egy establishment, anti-establishment kihívó, és te 14 évnyi kormányzásból, milliárdos, nem tudom, büdzséből, te próbálsz lenni a megbántott fél. Ez egyelőre nem megy. Ezért mondtam én azt, hogy szerintem most próbálkoznak, szerintem mégiscsak az a legegyszerűbb nekik is, hogy elérjék ezt a női vonalat, ami vagy igaz, vagy nem, ezt most nem az én dolgom eldönteni, és ebből kell valamit magukat felpörgetni. De a Fidesz rendszere, és nem azt jelenti, hogy nem a Karmelitában lévő három fő, nem tudom, emelet, hanem a vidéki része, egy nagy része még abból a sokból se ott úgy osodott föl, amit a Novák ügy okozott. Ott valóban van egy morális probléma. Mert valóban a Fidesz azt gondolja magáról, még a mai napig is 14 évnyi Orbán rendszer után is, mert nem tudom hány ezer, mit mondott, 3000 milliárd forint közpénznek az ellopásából, hogy ők morálisan feljebb vannak, mint a másik oldal politikusai és szavazói. Na most egy ilyen ügynél, amikor ugye valakit kegyelmet kap, Balogh Zoltán, ugye azóta most már csak ilyen mellékszál szereplő, de mégis ő nem mondott le, és egy ilyen ügyben, amiben egy pedofil bűncselekménnyel gyanúsított valakit kegyelmet kap, az morálisan őket komolyan sokkolta. És erre jött rá Magyar Péter, aki pedig egy csomó olyan dolgot mond nekik, ami egyébként ők is éreznek. Igen, Tiborc, Mészáros Lőrinc, azért az egész magyar föld elrakása, hogy ilyen olyan bankszámlák, hogy arra nincs pénzünk, hogy megcsináljunk egy rohadt kórházat, de arra van pénzünk, hogy megvegyünk 800 milliárd forintért ezt, meg azt, meg amazt. Mi történik ez? Ez a Fidesznek a belső világa. És erre nincsen gondolatmankó. Erre nem lehet azt mondani, hogy Brüsszel miatt van, meg Soros miatt van. Egyszerűen ott állnak ebben, hogy nincsenek így megrángatva. Ilyenkor persze Orbán Viktor azért elég régóta van azért a politikai pályán, és ilyenkor kell valamit húznia, valamit kell majd lépnie, adni is kell, meg ütni is kell, de láthatóan ő abban a trackben van még mindig, vagy az az úton van, hogy be kell lovagolni a Brüsszelbe. És pedig szerintem most már lehet, hogy inkább Magyarországon kéne ezt a lovat szerintem kicsit így visszafordítani, hogy itt rendbe rakja a dolgokat, mert nem azt mondom, hogy a Fidesznek ez, tehát hogy ez hosszú távon jelenthet problémát, hogy a sajátjai, még egyszer, és bocsánat, még egy utolsó gondolat, ez a középosztály kérdéskör. Szóval a Fidesznek az egyik gerincét az adja, hogy van egy olyan, több olyan generáció, akik családról családra hagyományozzák azt, hogy ők Fidesz szavazók, pont a morális felsőbbrendűségi dologban, ennek van egy urbánus része, van egy budapesti, vagy fővárosi része is, akik még mindig jobb, hát a minden ilyen beszélgetésben, oké, de hát a másik oldalon mi van? Hát a Gyurcsány Ferenc az soha semmi. Na mi van akkor, hogyha ez nincs? És ezek az emberek pedig elkezdenek efele valamilyen módon legalábbis már morálisan kicsit így leválni a Fideszről, és meghallják azt, amit őket is zavarja. Na és akkor van az igazi probléma, mert a Gulyás Gergő, Kocsis Máté, Magyar Péter, ez a világ. Ez a világ. Ebből jöttek. És ugye világ kezd tőlük leválni, na akkor kezdődik egy komolyabb, szerintem erodációs folyamat. Hadd kapcsolódjak oda, ez a morális megroppanáshoz, elbizonytalanodáshoz, csak egy történeti szállat szeretnék behozni, és aztán majd próbálok ide visszakapcsolódni. Az MSZP se azért ment rá a Tocsik ügyre, mert hogy olyan nagy volt az összeg, hanem azért, mert őket, vagy az SZDSZ belülről
belülről megkérdőjelezte, hogy ők mit is csinálnak itt. És a 2006-os eseményekkel kapcsolatosan is ugye a hazugság probléma az egy morális krízist okozott, ahol ugye a saját szavazó táborban is sokan föltették maguknak a kérdést, hogy kerültünk ide. Én nem gondolom, hogy ma ott tartana az a félreért senki, messze nem tartunk ott, hogy a Fidesz táborban, a Fidesz vezetésben ilyen kérdések fölvetődhetnének, de valóban az itt kiéleződő problémákra, megint csak a kegyelmi botrányra kell visszautalni, azért nagyon nehéz választ találni. És akkor itt jön a tanulás meg az alkalmazkodás. Hát igen, az a helyzet, és szerintem Orbán azért is reagál, azt hiszem nehezen, mert amikor ő tanul és alkalmazkodik, akkor általában világnézetet is vált, vagy hogy is mondjam. Tehát az egész világképe változik, mögé dolgozódik egy tudástömeg, ahhoz meg kell találni az embereket, és akkor lassan így átfordulnak valamilyen irányba. Itt nincs, ebben az ügyben nincs ilyesmi megtanulható dolog, szóval, hogy itt legfeljebb taktikai válaszokat lehet adni, és a taktikai válaszokkal meg ugye az van, amit azért láttunk, most hirtelen azt írtam föl magamnak 2014-15-ben, illetve 2019-ben, volt egy tartós elbizonytalanodás, ugye ma már alig emlékszünk rá, de nem csak a netadós tüntetés után, ugye 2014-ben, ugye az akkori civil mozgalmakról neked sokat nem kell mesélni, de 2019-es októberi önkormányzati választás után ott azért lehetett érezni, hogy a kormányban úgy gondolkoznak, hogy most mi ez a helyzet. És azért ott több hónapon keresztül volt egy ilyen hát próbálkozás, nézegetés, hogy... Ez a megafon. Így van. Oké, rendben, megszületett az, hogy frontális harcot fognak vívni az önkormányzatokkal, és nem csak eljátszák, hanem tényleg háborúzni fognak velük. Én csak azt mondom, hogy ilyen kísérletezést és bizonytalanságot korábban is már láttunk, és ugye ennek egy fontos tényezője az, ez azért fontos, mert ez mindig politikai lehetőség, ezt akarom mondani ezzel. Egy fontos tényező az, hogy én nem gondolom azt, hogy Orbán mindig a jót választja, tehát kicsit át tudunk esni, a ló túlsó oldalára van ilyen önszugrálás, hogy Orbán akkor is nyer, amikor veszít, szerintem ez nincs így. Én azt gondolom, hogy a tévedés lehetőséget, tehát hogy mondjam, a politikában a hülyeség szerepét soha nem szabad alábecsülni, igenis van, amikor tévednek, van, amikor mellé megy, és szerintem, ugye amiről a legelején beszéltünk, hogy mennyire jók akár ezek a napi reakciók, szerintem ezek most tévedések. És van még egy dolog viszont, ami szerintem ezt az egész helyzetet meghatározza, és ez is a politikai kontextushoz tartozik, nem csak az, hogy milyen állapotban van az ellenzék. Hát az, hogy azért itt van egy megélhetési válság, most már elég régóta, 2022 nyara óta, ez se bír elmúlni, ahogy a kegyelmi botrány sem tud elmúlni, recesszió van, elég, hát... rosszacskák az adatok, persze alacsonyabb az infláció, mint egy évvel ezelőtt, még jó, hogy ahhoz a bázishoz képest alacsonyabb, de hát minden baromi drága. Ugye tudjuk, hogy azért csökkent az infláció, mert az embereknek elfogyott a pénzük, és lezuhant a fogyasztás, és ez vágta vissza nem Nagy Márton zsenialitása az inflációt, és hát nem jönnek az EU-s pénzek. Ugye azok az EU-s pénzek, amelyek hát nagyjából egészében a gazdasági növekedést produkálták ebben az országban, mióta csatlakoztunk az Európai Unióhoz. Tehát itt nincsen egy olyan varázsszer, amit így be lehet vetni, láthatóan nincs választás előtti osztogatás, egyetlen adó visszatérítés sem volt, oké, rendben, van egy tényleg romos állapotban lévő költségvetés, és ehhez jött a morális válság, és nekem mindig az jut eszembe, akárhányszor ilyen szituációban vagyok, hogy szóval 2006 és 10 között a Fidesz egy teljes választási ciklus csinált végig azzal, hogy összekötötte a gazdasági válság és a morális válságnak a problémáját. És azt mondta, hogy ennek közös gyökere van a hazugság. Nem dolgunk ezt a problémát senki helyett megoldani, csak én azt hiszem, hogy ez a politikai képlet, ez nagyjából összeáll, ez politikai okosság, vagy nem tudom, stratégia a kérdése, hogy ezt valaki valamilyen módon le tudja gyártani, de érzet szinten legalábbis sokkal inkább jelen van, mint azt hiszem bármikor, 2010 óta, és hogyha nem azzal, és bocsánat, hadd mondjak erről a egy napra összehozott két választásról is két mondatot, szóval, hogyha nem azon nyavajogna állandóan
mindenki az ellenzéknél, hogy úristen, két különböző logikájú választást tartanak egy napon. Én nem tudom. Szóval a lengyel választópolgár le tudott szavazni a három különböző alsóházi listára és a közös szenátor jelölt. Én nem gondolom, hogy ez egy magyar választónak a különböző logikájú választásokon részt venni és szavazni nem sikerülne. De hogy ugye két év volt arra, hogy ezt a két különböző logikájú választást, mint kihívást leküzdje az ellenzék, de arra is lehetne gondolni, hogy ha amúgy erőforrás hiány van, akkor talán nem is olyan nagy baj, hogy csak egyszer kell kampányolni ebben az évben, és nem kétszer, és hogyha amúgy, lásd az előbbiek alapján, ha itt morális válság és gazdasági válság van, akkor lehet egy olyan közös politikai keretet kijelölni, amely közös politikai keretben még az egymást nagyon utáló ellenzéki politikusok is tudnának ajánlatot tenni a választópolgároknak, aminek lenne hatása, lenne húzása, mint látjuk egyáltalán nem mindegy, hogy ki mondja, meg kitől hiszik el, meg kitől fogadják el. De ebben a kontextusban, ahol ezek a krízisek jelen vannak, és szerintem ezt érzik a választópolgárok, hát nem lehet azt mondani, hogy a Fidesz abban az értelemben verhetetlen lenne, hogy mindenképpen tovább kell, hogy növekedjen a szavazatszáma, meg mindenképpen ötössel kell kezdődjön a választási eredménye az EP választáson. 2004 óta nem volt olyan EP választás, ahol 50%-nál kevesebbet kapott volna a Fidesz, szóval szerintem most például erre volna lehetőség, hogy egy olyan politikai küzdelem alakuljon ki, amiben ez elérhető. Én ha politikus lennék, ezekről a dolgokról beszélnék, és ezeket a célokat tűzném ki magam elé. Még egy kérdés a Fideszhez. Ugye azt mondtad, hogy ezek a napi kommunikációk nem működnek, de ehhez képest ma mindenképpen tétemelés az, hogy Gulyás Gergelyt előrángatták, akik ugye hetek óta nem lehetett látni, mert a kormányinfók elmaradtak az ő vezetésével, és ehhez képest nem csak az történt, hogy előlépett, hanem eléggé invenciótlanul, gyakorlatilag a Facebook posztját egy-egyben megosztva olvasta föl a nyilvánosságban, valamilyen által nem értelmezhető okból kifolyólag egyébként ülve. A ti meglátásotok szerint ez, hogy most ő arccal is megjelent ebben a történetben, ez valamilyen módon azt jelzi, hogy Orbánik megpróbálják vele elvitetni a balhét. Ugye Magyar Péter sokszor beszélt arról, hogy egyrészt barátja, másrészt voltak olyan utalásai, amikből az derülhetett ki, hogy esetlegesen Gulyás Gergelynek lesz még esetleg valamilyen fajta szivároktatásban szerepe. Szóval a meglátásotok szerint föl kell készülnünk arra, hogy ez egy a kormányzat részéről Magyar Péter versus Gulyás Gergely küzdelemé fog nem esedni. Te hoztad, te old meg. És nem ez van. Ez van. Ez van. És tényleg ő hozta. És ő hozta a Jutot is, ő hozta a Magyar Pétert is. És láthatóan a Gulyás Gergely, aki nem volt a legjobb formájában, egy ülbe lévő, láthatóan olvasott szöveget mondott el, aminek szerintem igazából nagyon komoly, nagyon komoly ereje nem volt, sőt inkább azt mondta, hogy ő rosszul van ebben a helyzetben, de majd rosszul is néz ki, szóval nem az van, hogy ő egy ereje teljében lévő kancellária miniszter. És ugye pont ugye az ő hármasuk alapján játszódik ez a történet. Tehát szóval Magyar Péter az első adott interjújában is Gulyás Gergelyt mondta, nem tudom hányszor mondta ki a nevét azóta is. Csak két szóval szeretnék mondani még, ami érdekesebb a Magyar Péter történetben a Fidesz számára is. Ugye Magyar Péter mindig úgy kezdi minden valamit, tehát hogy nem így terveztem, de... És ugye ez szerintem ez tök jó fordulat, egyébként nyilván nem igaz, de hogy, mert azért sem igaz, mert én szerintem nagyon régóta tervezi ezt, kereste a megfelelő időpontot, és szerintem a Novák ugye ez inkább csak egy alkalom volt rá, és nem az MS volt az utolsó csepp a pohárba, már csak azért sem, mert valamikor karácsony környékén jegyezte be a saját nevének a doményát, és akkor még szó sem volt a Novák ügyről, ez most zárójel bezárva. De hogy ő ebben van, emeli a tétet, és ebben a szempontból nagyon hasonlott a Fidesznek a kommunikáció, hogy húz mindig egy váratlant ezekben a helyzetekben, és most a Gulyás Gergely ugye másfél hónapja már kikerült a nyilvánosságból, és mégiscsak az ő jó barátja harcolja ezt, vagy hát csinálja ezt a fesztivált, és rá van osztva, hogy oldja meg ő, illetve oldja meg a másik, ugye Kocsis Máté, aki szintén ugye egy csapatból valók voltak. Hogy aztán hogy lehet ezt megállítani? Ezért borzasztó kínos lenne, ha őket is oda kéne dobni. Borzasztó kínos. Már két csúcskádért be borzasztó kéne kállni. Miért ez egyáltalán fölmerülhet szerinted? Én szerintem igen. Tehát én valahogy ezt dolgot le kell zárni. Nem tudom azt, hogy a Magyar Judit tényleg adni fog egy interjút, ami szerintem fog, amiben majd elmondja az ő verzióját, akkor az megállíthatja ezt ott a Fidesz táboron csak belül. Csak a történeti újság kedvéért mondom egyébként, hogy valószínűleg minden magyar médium küldött interjúkére ment Varga Judithoz, mi is. Csak ezt mindenképpen akartam mondani. Hát, az M1-nek elő. Szerintem nem is, hogy ide fog jönni, de lehet, hogy igen.
Egyébként neki nem biztos, hogy rossz lenne politikailag, de most zárója bezárva. De hogy ezt ki fogja tudni megoldani véglegesen, és hol lehet ezt a bozott tüzet eloltani, az egy másik, és láthatóan ez a dolog még így jelen pillanatban nem működik. De a Fideszben, ugye még egyszer mondom, van egy nagyon-nagyon komoly káder hiány is ebben a szempontból, hogy nincs ez most az a fajta beszélő fej, aki egyébként volt Gulyás Gergely, aki egy ilyen dologban higgadtan tudna fellépni. Mert láthatóan ugye a Fidesznek a másik oldala, hogy a szemben egy ilyen kriminológia vagy karmelitológiai mondás mondanom, ebben a vicces szóviccet, vagy közepes vicces szóviccet használva, ugye Lázár János, aki egy teljesen másik úton lubickol ebbe az állapotba, hiszen szinte az összes őt korábban kritizáló, meg őt egyébként lecserélő miniszter kb. Eltűnik, és ő meg mondja, meg kiválasztja a Spárt mint ellenfelt, és elkezd vele szórakozni, és visz egy teljesen másik önálló kommunikáció, miközben a kormányfelnek a nagy része, hát nem azt mondom, hogy tűzben van, de azért mondjuk azért valamilyen parázs azért már ég azért a szobában. Hát nyilván ezeket a feszültségeket, csak az előbb az EU-s pénzekről beszéltem, ezeket a feszültségeket nem javítja, hogy egyébként a cirkuláltatható eurók azok hiányoznak ebből a rendszerből, és ebben a szituációban valóban, tehát én azt gondolom, hogy amúgy is az van, hogy szóval a Fideszben ugye kiosztanak reszortokat, azokért a reszortokért felelőseknek el kell végezniük a munkát. Szerintem tényleg nem az van, hogy nekik, nem tudom, óráról órára Orbán Viktor lediktálja, hogy mit kell tenni, ugye ellenőrizheti őket, és bármikor magához vonhat ügyeket, de aki megkapta azt a területet, azért felel. És hát láthatóan Lázár János nem érintett ebben az ügyben, ő valóban egy teljesen más vonalat víz, Gulyás Gergelynek, akinek semmilyen egészségügyi problémát nem kívánok, jobbulást kívánok neki, egy ilyen helyzetben is helyet kell állnia legalább egy néhány perces, vagy néhány másodperces videó erejéig, mindenki felelős azért, amit víz. A káder hiány az, hát hogy is mondjam, nem, igen, akár ironizálhatunk ezen is, tehát hogyha mondjuk kirúgnostak embereket a csúcsvezető körülbelül, akkor aztán tényleg komoly káder hiány lesz, de mondjuk valóban nincs csak itt, mondjuk itt most mutogatni lehetne. Most annyira a Fideszről beszélünk, hogy a Rogánt már évek óta dugdossák, aki csinálja a kommunikációt, a Lázár tök másról beszél, akire eddig lehetett számítani Gulyás Gergely ügye. Egy másik fajta helyzetben van ő rá, inkább ez nyomásként nehezedik. Ugye a Fidesz ilyen jórendőreként fölépített Novák Katalin az első kiesője volt ennek az ügynek. Orbán Viktor nyilván nem akarja ezt magára húzni. Egyébként szerintem az sem egy zseniális válasz, hogy ő nem foglalkozik sorozatokkal, meg Dallasszal, meg Szomszédokkal, szerintem nem tudom. Szerintem az emberek nézték a Dallaszt, meg a Szomszédokat. Ez nem egy demonesztáló jelző ebben az országban. Szóval szerintem ez sem... Csak Norrisszal forgat egyébként kisfilmeket, igen, is Facebook oldalára, igen, az valószínűleg nehezen volt, így néztem volna ezeket a sorozatokat. Szerintem ez sem volt igazán jó zárójel, szóval hogy szerintem a szövegek sem olyan jók, de nincs ott nagyon kivel elmondatni. Igen, ez van most kétségtelenül. És akkor záró kérdés hozzátok, ugye április 6-án hirdettem meg Magyar Péter a tüntetését, ez jövő szombaton lesz. Elviekben ez nincsen annyira nagyon messze, de közben mégis az elmúlt hetek dinamikus eseményét figyelembe véve mégiscsak sok időnek tűnik. Szerintetek minek kell történnie ahhoz ebben a következő másfél évben, hogy Magyar Péter képes legyen kimaxolni a támogatottságát, képes legyen ténylegesen, hogy ő megfogalmazta, 100 000-eket mobilizálni? Tehát, hogy mire érdemes figyelnie szerintetek az érdeklődő politikát követő közönségnek, ha megtörténik, akkor az igazolja azt, hogy Magyar Péter tényleg képes tartósítani az érdeklődések ezt a hullámát, vagy hogyha esetlegesen bizonyos jelei megjelennek ezeknek a nem tudom én vészjelző folyamatoknak, akkor pedig érdemesebb inkább arra fogadni, hogy a Magyar Péter jelenség elérte a csúcsot, és mostantól kezdve egy lejtmenet lesz. Hát láthatóan az ő fantáziája jelentősen meghaladja az enyémet a tekintetben, hogy hogyan lehet ezt az érzelmi fűtöttséget fenntartani, és én azt gondolom, hogy mondom inkább fordítva, én például a mai napról sem gondoltam eredetileg azt, hogy ennyire hatásos lesz. Ez szubjektív megítélés kérdés, van, aki többet vár tőle, de minden esetre láthatóan ő benne van egy olyasfajta képesség, hogy ezt az érzelmi turbulenciát fenntartsa. Azzal együtt is, hogy, és ez független attól igyekeztem ezt az előbb világossá tenni, hogy mond egy csomó olyan dolgot, ami ellen én nagyon hosszan tudnék érvelni, és van egy csomó olyan módszere, vagy legalábbis vannak módszerei, amelyekkel én egyáltalán nem tudok azonosulni, de szemmel láthatóan ő szinte a semmi, nem szinte, nulláról, teljesen a semmiből kialakított egy olyan rajongótábort, amelyik
hát megy utána, kétel nélkül megy utána, szerintem ez a szavazót, ez a rajongótábor, ez még nem szavazótábor, ez a rajongótábor, ez szavazótáborra alakítható, tényleg nem tudok mondani számokat, de minden esetre követőként ők legalábbis mozgósíthatók. Szerintem ennyit tudunk. Hát fogalmam sincs, hányan lesznek április 6-án a Kossuth téren, tényleg nem tudom. De eddig ugye mindig azt csinálta, ezzel kezdtük ezt a beszélgetést, hogy újabb és újabb politikai akciókkal igyekezett emelni a tétet. Ez is egyfajta tétemelés. Szemmel láthatóan ez az, ami tűzben tartja azokat, akik most benne látják a reményt, és akik tőle várják, hogy utat mutasson. És ez a fajta politikai bátorság, ez önmagában szerintem vihet mögé embereket, még egyszer mondom, nem tudom, hogy ez pontosan mennyi, ahogyan, és ezt is el akartam mondani, hogy persze azt is nagyon nehéz meghatározni, hogy mi az elég, meg mihez képest az elég, majd hogyha június 9-én leadnak voksokat, majd a voksok számát is egyébként különböző módokon lehet értelmezni, és sok olyan, mármint abban az értelemben nem a mennyiségüket, hanem hogy ez mit jelent, vagy mi az üzenete ebből a szempontból lehet értelmezni őket, de az, hogy mi itt beszélünk, ezzel nyilván adunk ennek valamiféle relevanciát, most nem az, hogy pont mi itt vagyunk, hanem hogy ez a közbeszédnek egy fontos témája, ennek nincs objektív mércéje, szóval nincs egy ilyen logarléc, és be van jelölve, hogy ez a hangfelvétel már kormányváltást ér. Szóval ilyen nincsen, ez attól függ, hogy a politikai közeg hogyan reagál ezekre az eseményekre, hogyan reagál ezekre a fellépésekre, és mivel ő egy kiürült térben jelent meg, vagy hát legalábbis egy olyan térben, ahol hát nagyon rossz állapotban lévő politikai szereplők próbáltak valami teljesen nyilvánvaló elégedetlenségre választ adni, és azt gondolom, hogy ő keretet ad ennek az elégedetlenségnek. Ez történik, ad hozzá, ezt szoktuk mindig mondani, egy narratívát. Elmesél hozzá egy történetet, elmondja, hogy miért vele kell menni. Én nem hiszem, hogy ez mondjuk április 6-áig elmúlna, amellett, hogy igen, onnantól kezdve akkor egy újabb két hónapot kell kitölteni a június 9-i választásig, és majd szerintem szinte óráról órára úgyis elég aktív posztoló, mint látjuk, igyekszik építeni ezt a tábort és fönntartani ezt az érzelmi hullámot, hullámhegyet. Szerintem, hogyha már az első kérdésednél van, vagy kezdeni, mi a különbség közte és Márki-Zay Péter között és a Momentuma között, szóval eddig nem volt trumpizmus az ellenzéki oldalon, a jobb oldalon ott volt, ugye Orbán Viktor, hogy a választók, a választópolgárok szeretnének valakiben 100%-osan hinni, és rajongani érte, és imádni, és minden hibáját megbocsátani. És ő ebbe a szerepbe kezd belemenni, mások, akik például lájkolják a posztjaikat, meg akik influencerek megosztják, 100%-ért más embert keresztetettek volna a korábbi időszakban, bármelyik, amiben be lehetne kötni kérdésbe. Márki-Zay Péter viszont ezt a közeget referencia közegnek fogta fel, és szeretett volna nekik megfelelni. Magyar Péter nem referencia közegnek fogja fel, nem szeretett nekik megfelelni. De ez bocs, ezt miből szűröd le? Hát láthatóan nem. Annokról beszél, annok olyan tabukat De ennek ugrál. Egy része anélkül is megy utána, ennek a közegnek egy része, hogy meg akarnak nekik felelni. Így van, pontosan erről van szó, hogy azt látja, hogy hiába mondani, amiket bárki más is mondana, vagy akár ellentéteseket, ezek az emberek menne vele, mert szeretnének benne hinni. Szeretnének benne rajongani, szeretnének győzni. Ugye pont erről beszéltünk, hogy ennek az ellenzéki tábornak mikor volt valaha győzelmi hangulata. 12 volt két hétig, aztán épült egy stadion, a Stop Stadion Karácsony Gergely ígérettel szembe. Tehát mikor volt olyan, hogy a győztes tábor, a reménytábor, mondom, Márki-Zay Péternek volt. Neki jelen pillanatban azt kell csinálni a saját politikai érdekében. És még egyszer mondom, hogy nagy különbség, hogy mi a saját politikai érdeke, és mi az Orbán rendszer leváltásának az érdeke. A kettő szerintem nem feltétlenül van egymással párhuzamba, de ez egy másik kérdés. Neki azt kell csinálnia, ezt a trumpizmust fenntartania, sokat posztolnia, létrehozni egy olyan tömegtüntetést, amit lehet nagynak apostrofálni, szerintem ez simán fog menni 6-áig, hiszen egyszer már ment a nullából 15-én, most meg még jobban ez fel van hype-olva, és ezt a tömeget kell valahogy elvinni, elszavazni, és nem szabad olyan nagyon magasra tenni azt a fajta lécet, hogy mi jön neki a győzelem az európai parlamenti választáson, mert ha túl magasra teszi, akkor azt ne olyan ezzel lehet majd megugrani. Bocsánat, egy dologról nem beszéltünk, nem szeretném magamba folytani. Egy nagy vesztese van még ennek a mai napnak, ha van, nem tudom, vesztese, de egy nagy vesztese van, szerintem az Vitézy Dávid.
mert ugye arról, amiről beszéltünk korábban, hogy ők esetleg egymást találnak, vagy valahol a harmadik utas Fideszből kiábradoltaknak a univerzum. Aki mondta, hogy ő vele nem gondolja. Hogy nem, hogy ő túl közel van a Fideszhez. De van neki valamilyen mércéje, hogy ő már nincs túl közel, de a Fidesz Dávid még túl közel van, akkor már neki nem fér bele. De mindesetre ez politikailag egyébként egy releváns lépés, mert a Karácsony Gergelyrel leselkedő legnagyobb veszélyhez lett volna, ha ez a két politikai aktor, aki egymásra talál, és ma azt mondta, hogy nem fog vele semmifajta szövetségre létni, mert túl közel van neki a Fideszhez, ami szerintem egy politikai tény, és szerintem az egy elég elvágólagos mondás volt az ő részéről. Hát akkor ettől az elvágólagos mondástól fogjuk majd folytatni a következő alkalommal. Ruf Bánit, Lakner Zoltán, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, itt voltatok ma este, és megosztottatok mindezt a nézőinkkel. Gyertek majd máskor is. És köszönjük szépen a meghívást. Nektek pedig köszönjük szépen a figyelmeteket. Ugye ma két adással is jelentkeztünk, és holnap este is lesz majd adás, amelyben a most dúló különböző közéleti eseményeket fogjuk majd elemezni. Holnap este Török Gábor lesz majd a vendégem. Ahhoz, hogy ilyen változékonysággal és ilyen gyors reakcióval tudjunk reagálni a közélet eseményére, az szükséges, hogy minél többen álljatok mellénk az 1%-aitokkal. Tavaly 21.122 ember döntött így, reméljük idén még többen döntötök majd így, úgyhogy kérlek, ha még nem rendelkeztél az adód 1%-áról, akkor a leírásban található linken keresztül ezt tedd meg, szánd rá azt a pár percet, amihez szükséges, és ha le van lehetőséget, akkor kérlek, hogy az ismerőséget is vedd el rá. Nekünk ez a legfontosabb támogatási formánk. Nagyon szépen köszönöm, hogyha idén is megtisztelsz bennünket ezzel. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmed, mára ennyi volt a Partizán, de holnap este jelentkezünk. Még egyszer minden jót, ciao.